Budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, a kegyetlenül kegyetlen kedenc, Vadon Jani, a hatalmas kolbász töltő, Rákóczi Feri, és a férfi, aki a végtelenbe és tovább. Az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után 16 perccel, gyerekek, végre péntek. Sziasztok, jó reggelt! Ma nem lesz, ahogy szoktam mondani. Háló mindenkinek, jó reggelt! Mozogni nem tudok, gyerekek. Mozogni nem tudok. Akkor ezek szerint jól sikerült a tegnapi kis elbájkos túra. Rózsabokrok maradványai a kezemem. Éhülye persze kesztyű nélkül megyek. Mindenki bukós is a válvédő. Nagy kesztyű, komoly cucc, tudod. Én megérkeztem a kis melegítő nadrágomba, kesztyű nélkül. Egy spíróba. A kis piros szélcsekimmel. Figyelj, olyat mentünk, na, hogy elképesztő. Esély, oszd meg velünk minden részletet. Találkoztunk egy olyan sáccal, akinek effektíve a fejében van az erdő. Aki két hónapja tévedt elé. Azóta nem tudok. De figyelj, nem hiszed el, lerakod a kocsit Dömör kapunál, ez Szentendrénél elfordulsz balra, Lajos forrás, Dömör kapu, Dömör kapunál lerakod a kocsit. És onnan indul a túra. 40 kilométert mentünk, mindenhol izomlázam van. Figyelj, olyan részeken és olyan helyeken, olyan emelkedőkön, lejtőkön, vízmosásokon, vízeséseken, kidőlt fákon keresztül, és mondd balra, akkor itt nem tudom, ott leérsz, az Dömös, fölérsz, akkor az prédikálószék, azzal szembe, akkor az ott már hátul dobogók, ott lemész jobbra, és átmutatott így a negyedik hegyre, ahol mi kinéztünk. És mondom, figyelj, oda tudnál innen menni, így most? Persze. Itt lemész ott, átmész ott, olyan helyen mentünk, mondom, hogy 40-es tettünk meg elbájkkal. Ezek itt védett növények, ez fészkelő hegy. Értel azokat az erdészek, de úgy sérnek út. Gyerekek, és nagyon-nagyon jól csináltam, mert a legtöbbet azt ekoüzemmódba mentem, tehát, hogy brutális folyadékvesztés, brutális tekerés, de olyan magasságokra mész, hogy sansztalan lennél, olyan emelkedőkön, olyan kaptatókon. Nem tudsz, de közben mondom, egy 40-est mész. Figyelj, hát meg van is egy kerék azért a bringádon, tehát, hogy... És most még nem elég vastag, most teszem rá vastagabbat. Megmondta a mester, úr, hogy most találkoztam a mesterrel, aki elmondta, hogy nagyon jó bringa, nagyon klassz, minden oké. Ezt ne úgy, azt Felé még úgy, ezt még úgy, ezt még így, úgyhogy ma... Csak ez a Fekete Laci vádli vastagságú méretű kerék, ez nem biztos, hogy elég lesz. Figyelj, és olyan helyet, hogy nem mertem lemenni. Tehát mondtam, hogy jó srácok, tudom, ez most akkor picit izél, leszálltam, letoltam. Micsoda? Hát ez nem meredek, hát ne viccem. Hát ez wang! Lefele ilyen, tudod, ilyen 40-nel, közben kitört fák, hát nem, van egy-két képem, hát gyönyörű részeken mentünk. Tehát olyan szép a Pilis, hogy ez valami elképesztő. Hát meg így, hogy biztonságban vagy egy csávóval, aki egyébként ért hozzá, az olyan jót tud tenni egy ilyen túrának, nem? Igen. Ide tekertünk föl, ez itt a Dunakanyar, az már ott a legteteje, az ott szemben a prédikálószék, az ott lent Dömös, mi erről az oldalról jöttünk, és az ott hátul Dobogókő, de mi pont a másik oldalon, tehát mi a Visegrádi hegyre mentünk föl. És akkor onnan mentünk még le, fantasztikus túraútvonalak, gyönyörű volt. Lépni nem tudok, tehát hogy ugye az e-bike lényeg, hogy kell tekerned. Szóval azért ez nem olyan egyszerű. Igen, aranyos. Sokan azt gondolták erről. Nem, ez nem egy motor. Nem. Csak esélyed nem lenne ide felmenni. Tehát ide nem tudsz sima bringával felmenni. Olyan távlatok nyílnak meg, olyan helyeken vagy, hogy elképesztő. De mondom, 3,5 óra, 4 óra után értünk vissza a kocsihoz. De te csak mondták, hogy még azért a kis Rigó étteremből még menjünk föl a prédikálószékhez, mondom. De oda is bringába. Ugye szigorúan persze, ez még egy fél óra vissza, fél óra, egyrészt mennem kell, kettő remek kezem lábam. Miért nem mondtad, lemerült, az enyém már nem bírja. Nem, az a deal, hogy akinek a legkevesebb van az aksiában, az fizeti az ebédet. Aha. De döntetlen lett, mert nagyon jól ekóba mentünk végig, tehát fölfele is így szólt, hát magyarul, magyarul aki sokkal többet használt föl az erőforrásokból, és kevesebbet föl, tekert. És kevesebbet tekert, de tekered akkor is kell, csak ugye a lábattól függ. Meg ugye azért van, amikor mondja, kiabál előre, hogy tett turbóba, lendületet veszel, és neki mész egy olyan emelkedőnek, hogy nem tudsz, kidőlt fák közben rönkökön mész, hát vízeséseken mentünk keresztül, csuromvíz lettem, tehát egy rend, nagyon durva. Időként lemaradt, átnézed, hogy milyen üzemmódban vagy. Ja, nézzük egymást, okay. persze, Pilis Szentiváron betonon kevert, tekertünk föl az étteremhez, és ott is végig. Micsoda? Mi a Eko? Kapcsolod Ekoba? Egy zöggenőnél átváltott.
Úgyhogy el kell mennem, vennem kell kesztyűt, mert a rózsabokor nem viccel. Vennem kell hát egy normális. Meg a hideg se egyébként, tehát hogy azért ebben az időben már kis üzleteidek oda fog csapni. Csak mondom. Figyelj, de fél óra múlva lihegsz ki vagy vörösödve, olyan oxigén van a fejedben, és ez a tiszta erdei oxigén, tudod, ez a hihetetlenül tiszta levegő, amitől annyira elfáradsz, hogy beesel az étterembe, és így ülsz. Belehasszol a levesbe. Mert az meleg. Így ültem az étterembe, de nagyon jó. Ja, és a másik, hogy ember nincs az erdőbe. Tehát hétköznap azokon a túra útvonalakon, ahol ugye már autóval lezárt területeken mész, vannak kijelölt bringa utak, már nem betonon, hanem erdőben, de ott már nincs, és hétköznap ember sincs. Tehát, hogy senkivel nem találkoztam. Nem tudod a fölmenni, hát, ahova ti az e-bike-kal mentetek. Igen, de se ember, se túrázó, se kvador, se lovas, senki. Tehát fantasztikus helyen voltunk. Úgyhogy nagyon klassz. Agitálok mindenkit, hogy vegyem már e-bike-ot, és jöjjön már velem, de... Na hát, tudod, mi maradtunk a rendes tekerősnél. Még. Egyelőre, de egyébként marha jó. Elmondom neked, hogy rendesen tekersz. Tudom, hát ez... én próbáltam nálam, volt egyszer egy hétvégét, én is kipróbáltam. 10 perc után remekezed lábad. Tehát persze. Olyan helyeken, hogy bepisílsz, ott nem mész föl, hanem tekersz. Csak van egy pici meghajtásod, de ilyen emelkedő, ami nem mennél csak föl. Csak rajtad múlik, hogy mennyit teszel bele. Ráadásul csak rajtad múlik, igen, ráadásul mindig kell tekerni. És közben ügyesség is, mert olyan helyeken mentünk, hogy egy 30 centis rész, és jobbra nem tudtam fotót csinálni, mert neki persze már olyan műszeré vannak, hogy a kormányon rajta van a GPS, mellette ott van egy másik rögzítőm, ami nem tudom, mi fölírtam ma izé, de ugye nekem a telefon a zsebemben, meg néha nála. Uh-huh. Jobbra szakadék, balra dőlsz, de 30 centi, jobbra elnézed, vége van. Leszakad le az erdő olyan részeken, mint Ausztriában. Nem nyúlkálsz a zsebedből, jó telefonodba. Ott nem nyúlkálsz, az életedért küzdesz. Én egy csomószor mondom, várjatok, hol vagy, mondom, semmi, küzdök az életemért. GoPro-t a sisakra. GoPro kell a sisakra. Egyébként azon gondolkozom, hogy teszek. Csak úgy oldalra nézel, és akkor videókat tudsz belőle csinálni. Brutálisan olyan helyeket. Tehát fogok venni most egy rendes sisakot, egy ilyen álvédő sisakot, és akkor arra már teszek egy kis GoPro kamerát. Föl kell venni. Tehát amikor így jössz, hát, hogy sose lesz olyan, tehát azt is tudod, amikor a legnagyobb lendülettel mutatod meg a haverjaidnak ezeket, hogy na nézzétek, és mondja, hogy hát jó, de... Igen. Nem lesz olyan soha, mint amit te megértél, de azért megtudod. És az szépen erdő. Vágva, alával zenélve, stb. Tehát, hogy akkor ilyen csak, de hogy egyébként meg lehet, hogy nem fogja átélni. Hát nekik is kell venni egyet. Ez gyönyörű az erdő, úgyhogy hát nagyon, egyre nagyobb szerelem ez a történet. Most mondom beokosodtan, hogy mi nem jó. Igen, és mit kell még? Tehát nem sok a boltba, tudod, az így indul. Nagyon jó a bicikli, tudod, szedem le a biciklimet, azt hiszem mindenki hanyatt esik majd tőlem, meg minden. Nagyon jó, gyönyörű, nagyobb gumi, ez még picit. Azt mondja, hogy ez a teleszkóp jó, azt tedd át ilyen üzemmódra, mert ott a teleszkópodnak lefele eszkecsen, fölfele eszkecsen. 3 órát annyit tanultam a izéről, a mountain bike-ozásról, meg ne profi, nagyon hát durva. Hát a szinte technika is. Ja, persze, nagyon durva. Hát, guminyomás volt. Guminyomás, milyen szelep van rajta, jó, az a szelep, nagyon jó, oké. Slime-ot tegyél be a gumiba, mert a slime az nem szúrja ki, a kicsi rózsák, nem tudom, azok nem szúrják ki a gumit, úgyhogy slime-ot teszek, és most ilyen 28-as, 29-es gumim lesz. Brutál. Azon már nincs az a kő, ami megdob. Úgyhogy jó volt, na jót mentünk tényleg. Na, kezdődik a Toy for Boys verzió, hogy még ugye a kis játékainkat fejlesztjük. Én ezt annyira nem bántam meg. Én ezt annyira imádom. Persze, tehát, hogy ez nekem most egyre nagyobb szerelem. Csak még úgy nézek ki a két profi mellett, mint valamilyen amatőr. Kis melegítő nadrág, kis teniszcipő. Igen. Jó, mondjuk te, hogy ezekre föl tudsz készülni, az példa. Fölvetem, hogy egy szürke melegítő nadrágomat, egy teniszcipő. Foggal letéped a zárcédulát, ami még fél órával ezelőtt még ott a boltba ott figyelt. De most bemegyek, egy bicikliboltba, tudom, hova kell, megmondom, hogy tedd ki a zárva táblát. Válogatunk. Jó? Igen. Mennyit keresel itt? Rendben van, értem. Ezt most neked odaadom, tedd ki a záró. Tehát ti ma záró vagytok, itt a bringám. Így lefekszem, és addig el nem megyek. Amíg nincs kész. Öltözet, tudod, kesztyű, hogy sisakot csak rendelésre tudnak neked szerezni. Tehát jó, hát az bogrács. De azon ne spórolj, az a legfontosabb. Igen. Hát ilyen helyeken aztán pláne. Úgyhogy jó volt. Tettem ki egy-két sztorit. Hát nem akkora Insta ágyuk én, mint János, de azért ki van a sztoriban, meg tudjátok nézni, hogy csak egy pici. Nincs még sztoria. Nincs még sztoria. Nem tudom, mert nem tudok csinálni. De mit nem? Mondjuk ez visszatartó erő. Nem tudom, mi az a sztori. Tehát, hogy hallottam egy tesztek sztorit, és akkor 24 órán belül az eltűnik. Nem tudom, hogy kell kitenni. Na, jó van. Akkor lassú vízpartot most. Persze, hát most ezzel még megetett érted a rajongóit. Persze. Azt a 40. Most 43 ezer. Gondoltam, hogy nézted, 43 ezer embert érted, most még a főképekkel, és akkor utána a sztorikba. Hát tegnap megcsináltam ezt a tükrös selfish képet, amit ajánlottatok, láttam. Hogy mondtátok, azért hogy az igen, hogy én most rámegyek ezekre az Insta standardekre.
De hát aztán majd meglátjuk, most mi lesz a következő. Jó, maxolt ki ezeket az alapokat. Tehát igen, van, hogy minden meglegyen, és nehogy azt mondtad, hogy nem vagyok igazi instás. Így van, és akkor utána majd szépen mész jobbra-balra, amerre gondoltad ugye elején, hogy várak csöcsökrémesek. Jó. Sokakat megleptem, hogy láttam ugye a kommentek alapján ezzel a vonallal, de... De szeretik. Kedve, igen, tetszik nekik. Most a csöcsöse? Igen, most már rá. Érteni kell az iróniát az érendben. Persze. De rávertem a lecsósra. Ezt odaadom, mert tegnap nem volt nálam kestessé. Nagyon rendes, hogy ezt én el is felejtettem. Fogadtunk, gyerekek. Elbuktam az 50 játékpénzt, tegnap nem volt nálam lecsó. Kicsi feleségemet elviszem kicsi vacsorára. Elhogy viszed, gumit veszel a Verdára. Igen, mondjuk ez most nagy kísértés, hogy ezt most mire költsem. Egyrészt. Full face sisakra, hogy írja egy hallgató, ez a neve, vagy vegyek egy GoPro-t a sisakomra, vagy egy nagyobb gumit, vagy egy vacsora a kedvesemmel. Szerintem még egy fogadás felével meg lesz az összes. Na, énekeljük meg a kivett 300-at a zsebéből. Hello. Opa, mondd csak el. Micsodát? Hát, hogy hova mentek a gyerekek? Ja, 300 ezer, de nem az egészből, mert takarékos a csapat, úgyhogy már elindultunk, már voltak kirándulások, kettő is, az egyiket át is küldtem. Küldött neked videót a Feri, ugye, elnyert tőlem 300 ezeret, és akkor jó fej volt, lemondott róla, és felajánlott az alapítványnak, aki támogatja. Megmondtam, hogy beutaltam, és akkor küldött fotót, hogy köszi 3 kilót, és valahol kirándulnak a gyerekek. Katica farmon, vagy hol menne valahol. Jó hely. Voltak egy ilyen jó kis állatsimogatóson, az volt az első. Tök jó. Megy a bobozás belőle hamarosan, és nyilván még gyerek kell pénzt, tehát abból majd még többet mennek a srácok. Azt mondja, hogy kicsi feleséged még tartozik Ferének, úgyhogy adjál vissza belőle neki, léci. Mennyi az anyja, mennyivel? 2000? Ja, jó van, drágám, költsé négyet. Hát ne viccelj. Azt hittem, hogy azt mondja, 10-20-at adjál vissza, 2000-et kiköhögjük. Hát jó van, hát ne viccelj. Bármit vettél, vegyél belőle még 2. Bármi volt az az én köröm, akkor mindjárt adok vissza 2. Jó, ugye ez az a fogadásunk volt, ami a Jánosnak az hát Insta fejlődésére ment rá. Csúnyán alábecsültük. Nagyon. 8000-et mondtál, én meg 10-et, vagy 5-10-et, és 30-nál álltunk meg, tehát hogy azért az túlment. Nőttél még tegnap valamennyit? Hát mondom, most 43-mal. Aha, hát most fog egy kicsit már azért úgy lassulni, de azért ez még szép. Sztori és képfüggő. Nagyon-nagyon-nagyon jól lehet nőni. Tényleg egyébként. Tehát én is látom, hogy nem foglalkozom vele 2-3 napig semmi. Kiraksz egy szorít 2 képet is, ilyen 2 naponta ilyen 500 ezer. Már hát 500 ezer körülbelül. Tehát olyan szépen megy, sokkal szebben megy, mint a Facebook. Nem akarom orvaszájba így ellátni mindenféle ilyen tartalmakat, és hát csak a minőség. Tehát, hogy nyilván nem kötök kompromisszum. Azt akartam mondani a tükörszelfinél, hogy viszont amatőr hibát vétettél. Nem is egyet, de mondd. Igen, nem is egyet. Tehát egyrészt, hogy megcsináltad, nem, hogy az igazi profik azok most már nem úgy tükörszelfiznek, hogy a kamerát nézik. Igen. Mert ugye akkor nem, hanem a tükörbe kell nézni. Én egy klasszikus akartam hozzá. Az a baj, hogy ez én amikor a klasszikus láttam, hát tudom, mert én már akkor sem értettem, így kiülállok én sem, hogy a telefonomat nézem, ahelyett, hogy belenéznék szembe a tükörbe. De ne, hát figyelj, most vannak különböző fejlődési fokozatok, a követőim, most nagyképpen fogalmaztam, sok kedves ember, aki bejelölt, azok így folyamatosan okítanak, folyamatosan okosítanak, elmondják, hogy mit, hogy csináljak ahhoz, hogy igazán trendi legyek. Jó, mert ez a jó a próbálkozás, mindig. De ez a régi, ez az avittas tükör selfie volt egy kicsit, öreges. Igen. Hát legközelebb a tükrön keresztül kamerában nézős csinál meg, jó? Jó. Mert úgy érzik akkor a szemkontaktot a követőid, mintha rájuk néznél. Igen. Jó? Igen. Ennyi. De egyébként zseniális a kép. Jó. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Gyerekek, jelentkezzetek játékra. A hét utolsó játékára egészen nyugodtan valaki játszana a fekete félig ennemet. Jani, neked küldtek egy Netflix trélert, azt közben nézd meg, mert jön a Netflix magyar tartalommal. Ja, hát most már is magyarul kommunikál, ránk rúgta az ajtót, úgyhogy nagyon jó, és van egy Eli nevezetű film, úgyhogy ezt elküldték. Jövünk mindjárt, jó, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk a hírek után. Kis Avicii, gyerekek, Avicii. Avancsáj, hol lehet ő már, mi? Milyen érdekes, hogy mekkora sztár volt, és aztán így jött-ment, egy jó világ ünnepelte, és aztán így nyilván a szűk körön, meg a fanatikus rajongókon kívüli mindenki, hogy tulajdonképpen el is felejtette. Ugye, hogy milyen érdekes azért ez, hogy azért egy Jackot, vagy egy Prince-t, vagy nem is tudom, nyilván nem lehet összehasonlítani. Vagy egy Whitney Houston mennyi ideig nem. De hogy itt az Avicii itt volt, meghalodó, tényleg volt egy ilyen srác, és így nagyjából olyan, mint egy ilyen lelki McDonald's, nem? Hogy a mai sztárok már úgy. És pedig milyen fiatalon ment el. De hogy valahogy a kultusz is belement. Mi ápoljuk egyébként az emléket. Mi nyomjuk, műjük a Avicii-t, igen. Valószínűleg az elkövetkezett 2-3 évben is.
kopasz. Így van, gyerekek. Na, azt mondja, hogy jó reggelt, srácok, 150 ország vadásza jön morra. El tudjátok képzelni, mekkora lesz ott a gurulat. Mor, ráadásul jó borok. Ugye, aha, kicsit megdrinkeled a vadászat előtt, magad aztán hadszoljon a gurulat. Az lesz ott gurulat. Jó, hát igen. Szóval, hogy azzal óvatosan szóljatok a külföldi vadászoknak, hogy a magyarok néha egymást is lövik, úgyhogy hát ezt lehet, hogy külföldön nem így csinálják, illetve, hogy... Igen, ez illetve, izgalmasabb lesz, srácok, minden eddiginél. Arra... Ez egy kicsit ilyen mi az... éhezők viadala. A magyar vadászat az mindig egy éhezők viadala. Sosem tudod, hogy a gurulatot neked szánták-e, csak vagy nem. Csak egy maradhat. igen. Jó, de egyébként mindegy hány vadász, hogy a fele elsinnul vadász, mert addigra már fekszik, úgyhogy... Igen, másik fele nem fekszik, viszont a másik fele nem fekszik, az tántorog. Minden esetre arra fele most ne guruljatok. Semmiképpen. Mondjátok, hogy pontosan hol lesz ez a nagy vadászat, jó? Hogy tényleg megmentjük a lakosságot. Most mindenütt nálunk is van, képzétek el a Velencei hegységbe, de elfelejtették kitenni, és úgy van, hogy azt hiszem 9-től 3-ig sétálhatsz hétközben az erdőben. Mondjuk kicsit, ez, tehát hogy akkor így dolgoznak általában az emberek, ugye? Tehát így 4 után kimenni és sétálni, már nem lehet, de minden ilyen erdőbejárat az nem tudsz papírt tenni. És nem, szigorúan nem. Porázon a kedvenc kis házi ebedet, aztán ezek lőnek, ami mozog gyerekek, alápörkölnek bárminek, azt hiszik, vaddisznó. Ott megy, ott túl! Ott jön, ott cserkel, arra cserkel, ott... Ja, hát ez kutya volt, ha menjünk innen, jön a gazdája is. Nézd már, beesett a bokorba, ez a világos nyakörv. Nézd már, tehát ez olyan őzes volt, nézd már, ez egy magyar vizsla, tehát az ide olyan őzesen mozgott. Nyurga volt, úgy szaladt, mint a suta, nézd meg, hát egy magyar vizsla, tehát akkor jön a gazda, és menjünk innen, Józsi. Kukoricás felé menjünk, mikor jön a vad enni, akkor lőjé bele. Fú, milyen sztorikat mesélt nekem tegnap ez a srác. Hogy lőttek rá, vagy mi? Hogy miket csinálnak az erdőbe, kit mi csinál, elmondom el, hogy erdészek, vadászok, hogy vadásznak erdészek, miért nem szeretik, ha te hirtelen ott megérkezel kvaddal, ott közben az erdőben mi történik, hogy tehát nem az bántja, hogy te kvaddal mész, az bántja, hogy látod, hogy ő mit csinál. Aha, ilyen más az olvasatnál. Nagyon érdekes sztorikat hallottam, hogy mi történnek, igen. Gurul erre, gurul arra, így van. Jól van, gyerekek, hogy állunk játékunkkal? Hát nem vagyunk erősek az elmúlt napokban, most azt hiszem 12 ponttal mennek a hallgatók. 12 ponttal? Igen. Az a baj, hogy minden pontra szükségünk van, hogy az év végéig jól jön ki ebből a sztoriból. Igen, nem hiányzik, hogy kikapjunk, gyerekek. Itt van a játékosunk, halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel, hello, szia. Robi, ciao, hello. Robi, honnan hívnál minket? Tököl. De na, szépen bemondta, Tököl. Vicces volt. Csak közben menj nálunk az RTL, és Steiner Kristóf integetett a kávéjával, mert bekapcsolták, hogy mindjárt ő a vendég, és hogy integetett magára öntött a kávéjával. Igen. Tökörről hívtál, Robikám, mivel foglalkozol, mit csinálsz? Gazdasági vonalon szarvasmarhák tartása, malacok, gyümölcsös. Jó. Malacaid életben vannak még? Még élnek. Na, még élnek. Erre nem járt a betegség. Nem mindenki mondhatja el ezt magáról, ha kicsit keletre megyünk, akkor ott azért így halljuk a számokat, hogy hány malacot kellett leölni. Ez egészen elképesztő. Egészen elképesztő, ami történt. Igen, hála Istennek, lokális a helyzet. Hála Istennek. Hát nagyon szokott így maradni, csak mondom. Igen, igen, most azért egész sertéstelepek tűnnek el közben, persze. Szóval, hogy azért ez kemény ez a sztori, ami most van. De akkor te a te malacaid még megúzták a sertéspestet. Meg, ezek nagyon jó bőrben vannak, jó egészségnek örvendenek. És akkor melózol ott Tökölön, és ne pedig a heti egy telefonodat intézed most itt velünk. Igen, ugye, hogy nem a fiatalkorúaknál vagy. Fel te fölhívni valami rokon hozzátartozót. Balázsikkal, hogyha lehet. És ez valami gazdaság, Robikám, vagy ez a te saját kis... Hát ezt édesapám építette még a TSZ-ek széthullása után. Építette föl szépen, módszeresen, rendszeresen. És akkor gyakorlatilag ezt kell tovább vinni. És ezt viszed tovább? Így van. A Robi rancsot. Többet magammal. És mit csinálsz a szarvasmarhával? Az mit csinál? Hát jobbára eszik, alszik. Mit csinál? Hát ott áldogál. De hogy áldogál, kérődzi. És akkor utána ebből feldolgozzák, hús lesz. Persze, nézd, bombán. Hát kereskedőknek adjuk el elsősorban. Kereskedőknek. Felvásárlóknak jönnek, megnézik, lemérjük, kifizetik.
jó esetben. Igen, az még egy fontos része a dolognak, hogy legyen lecsúva végén. És almád is van, de abból csak pálinka lesz. Hát a hullóalmából, igen. Igen, a hullóból. A többiből, hát a fene se tudja. Hát eladjuk, jobbára megeszik remélem az emberek. Jó van, Robikám, kivel játszanál? Veled, Balázs, veled. De nem, igen, úgy érzed? Hát igen. Mondjuk, hogy tegnap... Hát, hogyha kibírod javítani a tegnapi bakidat. Az tegnap volt? Az tegnap volt. Tegnap volt, igen. Bizony. Atya Isten. Na jó, persze, akkor most megpróbálom összeszedni magam. Mehetünk, felkészültél? Mehet. Jani? 3, 2, 1, fire! Jó játékos vagy, Robi? Remélem. Sokat remélem. Játszottál, gyakoroltál? Szerintem gyakorolni kell mindenképp, de... Uh-huh. de... Itt csak odafigyelés kérdése az egész. Írják, hogy amit mondtál, az nem más, mint hogy Fater magyarul ellopta a TS-t. Nem más. Hát, nem más. Jézus már, gyerekek, mi van vele? Nem lehetne, hogy most lehet, hogy egy darab inyensz egy kicsit. Jézusom, na. Szép volt, Robikám. Ez nagyon rövid volt. Jézus. Az volt. Leírva látod, érted? Bemondod, hát. Nem más. Jól mi van velem, Robi? Gyerekek? Mi van velem? Mi történik nem velem? Tudom. Nagy a baj. Ki vette ez a biciklizés az erőd? Gyütt a gurulat, gyütt az a baj. Gyütt a gurulat. Agyamba meg van. A gurulat viszont engem kapott el. Gyütt a suta meg a gurulat. Én nem lehet, hogy így megfigyelőként veszel részt ebben. De látod, hogy mindig engem választanak. Érzik, játékban. Vérszagra mennek a piranyák, és a gyengére mennek. Az a baj, hogy nem vagyok túl jó. Hát, lehet, nem csak a lábodban, hanem a nyelvedben is van izomlál. De úgy csúszik ki, hogy mész is tovább. Ne, tehát, hogy észre se veszed. Tehát eddig az volt az, hogy nagyon jól játszottam, jól játszottam, nem játszom ott olyan jól, kimondtam, amikor észrevettem, és kezdtem rosszul játszani, és most már annyira rosszul játszom, hogy észre se veszem, hogy kimondtam. Simán megvoltak a különböző. Az egy percet is a végén azt mondod. Hát, miért állottuk, miért csóválja a fejét a Feri? Mi történt? Mit hallottad? Nem hall rendesen. Hiszen játszom, játszom. Miért nem hagy játszani, érted? Miért kell fejet csóválni? Én így a sikeremre. Gyönyörű volt, Bali. Szép volt, Bali. Anna, tízs le a Balást a jövő héten, köszönöm, jó? Mondd meg, hogy reket vagyok, hogy kint vagyok, hogy WC-n vagyok, hogy nem akarok játszani, hogy nem szeretem. Terelgesd a hallgatókat, jó? Irányítsd őket. Robika, küldjük az ajándékcsomagot, hát most mit csináljunk? Ó, hát ez nagyon király, örülök neki. Papírforma. Nem érdemelted meg, mert úgy igazából semmit nem mutattál, de hál' Istennek volt itt valaki, aki erős háttországnak bizonyult neked. Megint megvertem magam ez a helyzet. Megvertem magam. Szép volt, Bali. Robikám, egy gyönyörű ajándékcsomag, jó? Ami mit is tartalmaz? Egy kulacsot, egy tornazsákot és egy bögrét. Igen. Alá is írjátok nekem? Azt nem, mert az csak spéci esetekben történik meg, sajnos. Hát akkor meg kell látogassalak majd titeket valamelyik kitelepülésen ahhoz, hogy akkor legyen rajta. Jó, de ne fenyeges. Ekoszekére. Bizonyám. Most már azt mondják, hogy nem Ricsi mappa van, hanem a Ricsit kell átrakni a Balázs mappába. Uh-huh. Tehát szüntessük meg a Ricsi mappát, és jöjjön hát a Balázs mappába. A kisebb halmaz, kebelezze be a nagyobb. Igen, az én halmazom már nagyobb. Robike, küldjük a csomagot, jó? Rendben, örülök, hogy hozzájárulhattam ehhez. Ne vicce. Sziasztok, szép napot. Ciao, hello. Nem különben, Robi. Ciao, Robikám, szia. Sziasztok. Jó, azért még van, aki velem van. Kicsi Balázs, én azért szeretlek. Hát, na, jó, azért na, van, de az abban ugye szánalom szeretet, érted? Az is igaz. Hogy igen. A cseplő botlót, a kis bénát csak magunkhoz öleljük. Már alá sem írja, mert hát felvállalni már nem. De. Botránya, hogy játszom. Budafoki ott Priele Kornélia út keresztezésében most baleset alakul a dugó, köszi, hogy elküldtétek. És hát igen, nem tudok mit mondani. Itt Balázs, itt nagy a baj. Nem is lehet. Azonnal keresd fel Szakál Miki mestert. A legrosszabb érzés, amikor csak magadat okolhatod. És egyébként tényleg így van. Balázs, nem lehet, hogy kicsit bolond az agyad? Egyébként bolond az agyam. Picit bolond nem az tudom, agyam. Hogy szerda van, vagy péntek. Picit bolond az agyam. Köszönjük a hallgató írássegítést. Nagyon gondolkodós lett volna a játék. Jó reggelt mindenkinek, puszi Szilvi. Balázs feltette magát a vágóhídra. Abszolút. Gyerekek. Ünnepeljetek, de hétvégére rágyúrok erre. Aha. Húha. Nem lehet, hogy egy hetet rágyúsz meg, hétfőn... hogy kicsit ezt visszahozzunk. Hétfőn új Balázs tér vissza. A könyörtelen. Igen. A becenevem csak gyilkos. Az lesz a könyörtelen. Aha, aki már fekedett és a fejlet is bedurrad. Eddig csak az igen, meg a nem volt. Á, gyerekek. Hát, na mindegy, hát ez van akkor, jó van akkor. Pedig hamar elmegy most már ez az év, és azért az a 12 hát, pont, az lassan 3 hét előny. Mintha mi mondtuk volna ezt ja? Neked. Le leszünk, kicsit, az lesz a végül, hogy le leszünk cseszve. Igen, kicsit, aha. Jó lenne, ha összekapnátok magatokat, mert nagyon mennek a napok. Összeomlott a Bitcoin, összeomlott Bali is. Hát egyébként így van, gyerekek. Összeomlott? Nem, lejött egy 30%-ot, most vesztett. Jó korrigált. Beszálló. Korrigált. Korrigált, jó beszálló lesz lassan.
Természetesen csak akkor, ha... Hát igen, ha úgy gondoljátok. Igen. Ez a pozitív hozzáállás, érted? Nem beszakadt, jó beszálló. Egy jó tőzsdés, az nem ijed meg a szakadástól, az jó beszállót keres, érted? Hát az kihasználja. 7500-nél az lehet, hogy beszálló lesz. Most ilyen 8-8-2 körül mozog. 7 óra lesz, 5 perc, szóval van friss közlekedés, küldjetek el. Jó, jövünk a hírek után. Itt óra után vagyunk 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, veletek, péntek van, ma jó idő, napsütés, viszont holnap, hát ami lesz, gyerekek, lesz. 14 fok szakadó eső. De ne a vasárnap már jó egyes. Tehát vasárnap a szép lesz. Kalucsnis, igen, Kalucsniba is lehet kirándulni. De ez semmi, mert hogy azt olvastam, hogy jövő héten fagy. Jönnek az éjszakai fagyok, gyerekek. Hát ráfordulunk október közepére. 70 akárhány nap is itt a barikari. Úgyhogy... Milyen kari? Barikari. 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 Ne, egyébként a kari van, itt csak mi úgy hívjuk a barátaink. Az azt megelőző vacsorát, ami egyébként ivásról szól, a barikarinak hívjuk. Tehát a jó részét. A barikari. Az a barikari. Van a csalikari. Csalik, az mi a csalik? Hát a családi. Nem csak a horgászok ünnepeletek, hanem családi. A családi kari, az a csalikari és a barikari. Igen. Húha, akkor lassan, tartósan 7 fok alá fog a hőmérséklet kerülni, úgyhogy tényleg szükségem lesz majd új gumikra. Van olyan a alsóvonal, officiál. Ezt a mindenit. Kirakod az instára, te. Sztori van belőle, jó? Én már jövő héten cserélem. Már kell, hát, kicsit korai, nem? Hát figyelj, most már igazán most az a két hét, ami télin fut, az attól nagyon nagy baja nem lesz. Amíg télin fut, kiméled a nyárit, amíg nyárin fut, tovább kiméled a télét. Én már ilyenkor szeretem. Főleg reggel, amikor már mi jövünk, 5-6-7 fokok lehetnek, az én akkor már szeretem a télit. Legalább átsó kettőt, nem? Nem, hát nem, a bal esőt és a jobb hátsót, tehát én mindig úgy cserélek, hogy amelyre csúszik a feneke, ott legyen. Illetve elő két nyárit hagyok, hátul két tévét a meghajtott kerekeken, bár ez négy kerekes, úgyhogy sokkal össze-vissza rakom. Vezetési stílus kell hozzá. Izgalmasabb az életed úgy, hidd el. Igen. M3-osan 101-es 100-as kilométer között Pest felé három ember sétál. A leálló sávon, gyerekek, vigyázzon mindenki. Ezek hova mennek, miért sétálnak? Megnap előtt megyek haza az M7-esen, két kerékpáros turista, tudjátok, az, aki ilyen nagyon hosszú távra. Mert igen, látod, hogy rajtuk. Elől, hátul, középen, hátizsák. Kiszászló hátul minden, volt. A kis kiszászló nem volt, mert nem fekvőssel voltak, hanem rendesen ülőssel, és a Váli völgyi pihenőnél, ahova úgy nem is nagyon tudsz elkeveredni véletlenül. Tehát valószínűleg Budapestről odáig mentek, 30-valahány ki, a leállóság. Nem normálisak. Hát, mondom, hülye vagy? Nem tesó. Normálisak. De egyébként, tehát, hogyha, ha ez a szempontból nézzük, seggel. Akkor a hülye az mindenhol hülye. Tehát igen. Nincsen olyan Európában, hogy bárhol fel lehet. Nem, sehol nem sehol lehet felmenni kerékpárosnak az autópályára. És akkor nem kérdezi meg, ha már véletlenül fölkevereded, de akkor meg visszafordulsz, ha véletlenül. Ha már leteker 10 kilométert, hogy hol lehet lejönni. Uh-huh. Mondom, Váli völgyi pihenő benzinkútnál nyilván megálltak, frissítés, ivás, evés, jöttek vissza, és mentek a Balcsi felé. Aha. Mondom, tesó, gratulálok. Hát lehet, hogy az útminőség alapján azt gondolták, hogy ez egy alsóbrendű út. De a szélessége legalább. De a szélessége legalább, érted, az legyen bizonyíték. Ez totál nonsens. Igen. Nem is értem komolyan, hogy miért megy a leállósába, szóval, hogy ezt nem gondolja, hogy hátulról annyira telibe fogják verni, hogy... Nem tudom, mit gondol. Hát azt ugye mondják, hogy valami 8 perced van, vagy 7 vagy 8 perc, igen. És nem egyszer hallasz ilyen balesetet, hogy... Jó, de ő azt mondja, hogy ő nem áll. Sétál, ráadásul ugye, hogy sétálsz. Nem megy legalább 18-20. Amikor sétálsz, akkor is úgy sétálsz, hogy ugye azt tanították neked, hogy a szembejövő forgalommal. Mert ugye akkor a téged is lát jobban, te is látod, hogy mi történik, tudsz el reagálni. De az, amikor hátad mögött jön az a komplet M7-es 130 autó, én 5 méteren nem érezzem. Te lenne egy olyan rossz komfort érzeted, nem? Hogy nem se hátulról telibe vágnak. Hát. Igen, és igazából nincs mint csodálkozat, és akkor majd sopánkat, hogy jaj, szegény Gyula, hallottátok, mi történt vele, hát, hogy elütötte az autó. Miért, mit csinált? Két település között a kivilágítatlan úton gyalogolt az út szélén, úgyhogy nem volt rajta fényvisszaverővel, és rosszabb esetben még trinkelt is egy kicsit. Tehát, hogy ezeket nem értem, mint a 100 életük lenne, komolyan mondom. Igen. Hát pont most volt egy ilyen baleset, egy díjugrató ember ment át egy úton fekvő emberen, akinek a faluban az volt a veszeneve, hogy dózis.
Hát, uh-huh. Na, ugye, ez egy kicsit... Hát, sokat mondom. Igen, erre nagyon nem tudsz, nem uh-huh. akarok viccelni ezzel az egész sztorival, mert szörnyű dolog, egy ember meghalt. Nyilván egy másiknak meg az életében van egy olyan pillanat, amit majd valahogy érted rendbe kell tenni, hogy ő a vaksötét éjszakába átment rajta. És ez egyébként egy nagyon fontos szempont, hogy tönkreteszed valakinek az életét az vele. Maradt. Így van. Így van, mert így van. Az soha nem fogja tudni megbocsátani magának, vagy... Persze, lehet, hogy meg tudja bocsánat, mert tudja, hogy nem ő volt a hibás, de akkor is. Benne van. Azt szerintem nem tudod elfelejteni. Megbocsátani meg tudod, elfelejteni, ez biztos nem tudod, hogy basszus, keresztül meghalt valaki. És hát mondjuk ki nyugodtan egy hülye. Igen. Igen, mondom, Dózis volt a beceneve a faluba. Hát a Dózis. Akkor, igen, akkor ez, így, Dózis. Ez így már ugye be is jelzi, hogy mivel foglalatoskodott. Na jó, ne ilyen szomorú témákról beszélünk pénteken. Hát mit tekünk szomorú téma? Olvasunk egy hírt, gyerekek, van egy ilyen Facebook oldal, hogy Diák Parlament, ahol mindenféle ilyen tanárral, diákkal kapcsolatos dolgokat lehet feltölteni. És feltöltötték azt posztban, hogy 4. osztályos diák büntetése 2019-ben egy budapesti állami iskolában. És hát óriási komment háborút indított a cikk, szülők, diákok, anyukák, apukák, még nem szülők írtak be, és kommenteltek a cikk alá rengetegen, 912 hozzászólás, 1600 megosztás, gyerekek. És a hír nem más, mint hogy egy diákkal a tanár 2020-ban, van már 20, jó, nem, 2019-ben leíratta 50-szer, hogy nem etetem az osztálytársamat. És azt gondolnád, hogy ez egy banális dolog, hogy ez megtörténik, miért ne történhetne meg, ki így ki úgy gondolja, de valahogy fegyelmezni kell a gyereket. Elképesztő komment cunami, elképesztő anyázás és egymás ölése indult el, és hát baromi szórakoztatók a kommentek, ki így gondolja, ki úgy, ki az, hogy igaza van, miért ne irathatná le, mivel lehet fegyelmet tartani, és ki azt mondja, hogy menjenek már nyugdíjba az ilyen öreg kommunista tanárok, és egyébként is kiégett pályáról, pályára már nem való tanárok büntetik úgy a diákokat. Az öreg komcsizást azt láthatlomban megmondtam. Nagyon jó, és hogy ezzel nem lehet fegyelmezni. Ugye mi történt? Történhetett valami órán, és leíratta a tanár a diákkal, hogy nem etetem az osztálytársamat. 50-szer. És hát mindenki szülő, vagy sokan vagyunk szülők, sokaknak jár iskolába a gyerek, erről azért vidáman el lehet beszélgetni, hogy jó, nem jó, egyáltalán hogyan fegyelmezed, mivel fegyelmezed, jó módszere, és akkor átkanyarodhatunk arra, hogy hogyan ülteted le a gyereket otthon tanulni, bár az kicsit más téma, hogy most mit lehet csinálni egy tanárnak, és mit nem. Nézzük ezt az esetet, nem etettem az osztálytársamat. Leíratta 50-szer. Hát most hogy mi történt pontosan, és az az osztálytárs az éhes volt, és az észt halál küszöbe jött be hétfőn, és kaját kért. Hogy csak adott neki egy fél kekszet, megkínálta, mert jó fej akart lenni, vagy gumicukor. Előtte, és aztán igen, tehát magát az előzményt azért nem ismerjük. Tényleg mindesetre az lett a vége, hogy leíratta 50-szer, hogy nem etettem az osztálytársamat, és a kisdiák egyébként ezt 50-szer leírta. Hát itt a meglehetősen liberális szemléleti szülők már egyébként felháborodva rontanak neki a tanárnak, hogy pipótja, hogy szerencsétlen, hogy kiéget, mit képzel magára, és egyébként is ez a tanár, ez nem érdemel, más csak egy csinos nyugdíjat, talán még az se, és egyébként is menjen már nyugdíjba, így ki van. Csinos nyugdíjat, nem korszerű a módszer? Nem korszerű a módszer, igen, és hogy egyébként is, ha ennyi empátia hát nincs a tanárba, és szóval tényleg ki vannak borulva a szülők, miközben a gyerekek pedig hát etetik egymást órán. Figyeljetek, na mit gondolunk erről? Én ebben a kérdésben öreg komcsi vagyok. Hát, is. Ebben a kérdésben egy dologban nem vagy az Instában. Igen, az egyetlen kitörési pontod, így az összes többi most feszegettem a korlátaimat, egyébként öreg komcsi vagyok ebben a kérdésben. Figyelj, az van, hogy szerintem a bűn elkövetés nagysága, bűn, hogy enni adott az osztálytársának, az nem áll egyenes arányba azzal, amit kapott, hogy 50-szer le kell írni. De hozzáteszem azt, hogy lehet, kevés vagy sok? Nem, ha meg lehet engem ott dobálni, szerintem ez igenis egy jó módszer. Lehet, hogy kommunista módszer, lehet, hogy régi módszer, ne köpjél egy hülyet, te is az vagy. Ja, nem, is. De figyeljetek, a mai gyerek nevelésbe ez az irgalmatlanul mindent szabad, és majd oké, kicsim, nem baj, picit megsimogatjuk a fejedet, és jó lesz az, igenis kell korlátokat szabni. Már nem verjük a gyereket, nem adunk neki körmöst, oké, de hogy valaki leül, nem ennél a tételnél, hogy etettél, hanem valami mással kapcsolatban, és ezt 50-szer le kell írni. Nekem az a tapasztalat, mondjuk mi 100-szor szoktuk leírni, nem szoktuk, de hogy kevesebbel is el tudod érni azt, hogy igenis elgondolkozik rajta, hogy csináltam valamit, ami abban a rendszerben, ahol én most éppen vagyok, nem jó. És ennek van egy büntetési tétele. Érted? Tehát, hogy ezt tanulja meg vele a gyerek,
hogy csinálhat olyan dolgokat, amelyek nem illenek vele abban a rendszerbe. Az iskolai órán nem szoktunk enni és etetni. Ezzel az egyet tudunk érteni. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy nem tudom hány éves a gyerek, ha éhes, azt a 45 percet meg lehet várni. Erre ez egy nekünk... dolgozók általános iskolája volt, már 42. Ja, akkor igen. De mi se ettünk, figyeltek, nálunk se lehetett. Meg kellett várni a 10 órai szünetet, és akkor az otthonról hozott kis kevés mangalica szalonnával feldiszkozott szendvicsünket, érted? Akkor ehettük meg. A kis zsírjában sült oldalas, paníros bundában. És ott az indokolt volt azért, hogy szólt a tanár, hogy ne etesd az osztálytársat, mert még megkínáltad egy kis fiskenyérrel, lila hagymával, ezzel a csalamádéval. Érted? Hogy ezek a szabályok, sajnos az élet ilyen, és ugyanez lesz, ha felnőtt lesz. Akkor se teheti meg, hogy bemegy a munkahelyére, és nem dolgozik, hanem mit én az Insta oldalát kezeli Vadon János alsóvonal official. Köszönöm. Érted? Hogy vannak szabályok, a szabályokat be kell tartani, a szabályokat nem betartók pedig büntetést kapnak. Ennyi történt. Bal sarok, illetve balos sarok, jobb sarok. Hát, gyerekek. Kapd össze magad, szúrd be. Nem tudok vitatkozni ugye? Velem, mert én is ebben a szellemben nőttem föl, és én is azt gondolom, hogy... hogy a tanárnak kell, hogy igaza legyen. Kettő, hogy azon gondolkozom, hogy mi az Istennel tud még büntetni. Mert hogy egyébként meg kell, és ez nem a kukoricára térdepeltetést jelenti, vagy a körmöst valóban, de milyen eszköz maradt még a tanár kezében? A fizikai büntetés semmit csináljon. De azt ne is mit adjon. Csináljon? Tehát az iskolába berohangáló szülők a tanári döntéseket, kérdéseket, leckéket, feladatokat megkérdőjelező, magukat mindenkinél okosabbnak gondoló szülők életét éljük, ugye? Azonnal ott vagyunk minden problémánál a gyereknél, mindent meg akarunk oldani, és mindenki, tehát a tanárnak nem lehet igaza. Mit csináljon? Állítsa sarokba? Nem tudja. Kapjon egy pofon? Nem teheti meg. Én kaptam, azt is mondom, igazam volt, nem megoldás, nem jó dolog. Leíratja 50-szer, nekem ezzel nincs bajom, én a kommenteken derültem ki, egyrészt a gyerek ír, negyedikben, harmadikban nem baj a leír 50-szer. Kettő, hogy egyébként azért én leírattak velem valamit 50-szer, mert én is jártam így, nekem rögzült, hogy nem etettem az osztálytársamat. És most nem arról beszélek, hogy Pistiket cukros, és leesett a cukra, és ha kapott egy kis kekszet. Nem arról beszélek, hogy a gyerek éhezve jött be hétfőn, és ő megkínálta az utolsó sonkás szendvicsét, nem erről beszélek. Hát veled azt írattatták, hogy ne lógast ki az ablakon. Az osztálytársadat. Szóval gyerekek, a felháborodott szülőknek itt szerintem meglehetősen számomra sokszor talán már ellenszenvesen gondolkozó, túlságosan liberálisan gondolkodó szülőknek. Egyszerűen azt kell megérteni, hogy adjunk már vissza valamit a tanárok kezébe, ami nincs. Miért baj, ha az a gyerek leírja 50-szer? Tehát, hogy mi baja lesz annak a gyereknek? Semmi. Valójában egyébként azt gondolom, hogy semmi. És nem találok jobb módszert, szóval, hogy mit tud, mivel tud még fegyelmezni, felállítja, kiküldi órára, hogy nem vehet részt a következő. Mi olyan lesz, amiben a gyerek valójában nem sérül, és még talán fejlődik is. Basszus, ha leírja 50-szer. És a gyerek az lehet, hogy most kicsit szebben ír. Igen. Nem? Igen. És mindenki az, okoskodik hogyha... itt a Facebook, hogy milyen büntetés, meg hogy ez 50 éves dolog, de senki nem írja le. Lényeg, konstruktív van, hogy oké, tesó, mondd meg, hogy ma mi maradt a tanár kezében, amivel egyébként leírathatja. Tehát mi olyan dolog van, ami azon kívül, hogyha szigorú, és megvan a tanár irányába érzett tisztelet, akkor ráadásul nincs. Tehát ma a gyereknek otthon igazat adó szülők vannak legtöbbször, akik azt mondják, hogy Istike, igen, hát akkor majd holnap rendezünk, igen, majd én bemegyek az útjára, ez a tanárért, neked ilyen nem mondhatsz, te az én fiam vagy. Ombudsman is egyben, tehát hogy mindenféle tekintetben védi a gyereket, mindent támadásnak fog fel. Szerintem alapvetően egyébként egy büntetésnek az a lényege, hogy azt lássad a gyereken, hogy nem esik jól neki, hogy kellemetlen neki, hogy a gyereknek kellemetlen az, hogy 50-szer le kell írnia, hát akkor ez egy tök jobb büntetés, nem? Tök mindegy, hogy mikor datálódik az első leért. Tehát lehet időszámításon 300-ban is büntethettek valakit ezzel, rovásírással fel kell írnia valamit 50. Tök mindegy. Ha az kellemetlen a diáknak, hogyha ez rosszul esik neki. Egyébként én a felállítás vagy a sarokba állítás, nem is direkt sarkosan fogalmazok, ezekkel sincsen szerintem az égvilágon semmi gond, ha látom azt a gyerekem, hogy ez tényleg kellemetlen neki. Hogy nem, valamit nem csinálhatsz, amit egyébként csinálni szeretnél, érted? És valamiért, hogyha ha retorzióról van szó, büntessél. A büntetés. Igen. Az legyen kellemetlen. Ezt közösen csesztük el, ezt elcsesztük mi is, igen, ezt a szülők is elcseszték, ez az egész iskolarendszer ezzel a túlzott liberalizálással, ez egy ilyen hülye dolog lett, hogy valójában erről sokat beszéltünk, hogy mindenfajta létező eszköz ki lett véve a tanárok kezéből.
És innentől kezdve tisztelet, semmi, a szülő otthon a gyereknek ad igazat, és bemegy, és leveri a tanárt, és ott állnak tehetetlen, eszköz nélküli, fegyelmet gyakorolni nem tudó tanárok, akik egyébként meg kétségbe esetten nézik, hogy Pistika az asztalon tombol, a másik agyonveri iPad-del a... És nincs fegyvered. Itt van még Lili, akinek ez az osztályában történt. Ez nála történt, Lili? Hello, jó reggel! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Igen, nálunk az osztályban történt. De hányadikos vagy? Vagy sokszor buktál? Vagy? Én már ilyen szülő vagyok. Jaj, jó van. Jézus, itt a Lidikém. Vártam egy kislány hangot, mondom, mi történt? Nem megy a mazeg. Nem, én szülő vagyok, és negyedik osztályosak a gyerekeink, úgyhogy ilyen 9-10 évesek. És te melyik oldalon vagy? Hát én pártatlan vagyok. Én azt gondolom, hogy szükség van a pedagógus figyelmezésre, csak itt ez egy picit túlkapásnak érzem. Miért az 50-szer lesz a gyereknek 50-szerre leírja, hogy nem etettem az osztálytársamon? Hát szerintem ez a tanulási időből veszi el az időt egyrészt, másrészt meg nem fog benne olyan mély nyomot hagyni, amivel a kívánt fegyelmet eléri. Mi hagyna mély nyomot, Lili? Mit gondolsz? Mi a jó büntetés? Na ugye, érdekes a válasz, hogy nem tudom. Mondat csak erre, amit mondta, hogy a tanulási időből veszi el az időt, nem vette el, ugyanis a gyerek nem tanult, hanem evett, bocsi. Nem, ő a leírásra gondolt, Ha nincs evés, hanem tanul a gyerek, akkor nincs a leírás sem. Meg nem egy passzív dologgal büntette. Miért lett ebből ekkora felháborodás, Lili? Mondjad? Szerintem azt azért tisztázni, hogy nem tanórán történt az eset. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy tévedés, ami a közösségi médiában megjelent. Ez az ebédlőben történt a gyerek, ebédeltek a gyerekek, és akkor az egyik kisfiú, a másik kisfiú szájába nyomta a kanalát, hogy ne beszéljél, egyél. És akkor ezen felbuzdulva a pedagógus látva ezt, a pedagógus közölte, hogy akkor most 50-szer le kell írnod a mondatot, tehát nem tanórai esetről van szó. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a történetben. Mert nyilván, hogyha tanórán történt volna, akkor talán elnézőbbek a büntetés formájával is a szülők, de így nem. De nem értem ezt a felháborodást, tehát hogy én értem, oké, belenyomta a kanalat a szájába. Egyrészt ne nyomja, kettő ne vigye haza az ő baciait, és örülnék a gyerekem szájába, valaki belenyomná a taknyos nyálas kanalát, hogy maradj csöndbe egy ilyen. Most, és akkor mi baja lett a gyereknek, hogy leírta 50-szer? Szóval, hogy így nem akar a szülő nagyon ott lenni a gyerek hétköznapjában, nem akarja a szülő sokszor, nem egy társadalmi jelenség megvédeni attól, ami az iskolában történik, nem akarja a szülő egy ilyen burokba tartani a gyereket, hogy jaj, az én gyerekem ne írja le 50-szer. Egyébként mi van a leírt? Mi baja lesz a gyereknek? Nem gondolom, hogy ez a régmúlt időket idéző büntetés, aminek jelenleg nincs helye az oktatási rendszerben. Mondj egy jobbat, Lili. Mondj egy, amikor nem hat a szó, nem hallgat rá Pistike, nem csinálja, amit gondolkoz, könnyérgalacsinnal dobálja a gyereket az étterembe, mit csinálsz? Nem ilyen esetről van szó először is, tehát nem olyan súlyos rendbontásról van szó. Egyébként annál sem értenék egyet nyilván az e-fajta büntetéssel. Ez régmúlt időket idéző. Oké, mi a jelenkorunk büntetése a tanár kezében? Csak mondj valamit. Millió lehetőség van. Mondj egyet, tényleg, mit csinálnál? Nyilván nem a WC putolása, de mondjuk a WC felszereltségének az ellenőrzése. Szétszednének, hogy szaros budival, szaros kefével kellett a gyereknek iskolát, katonai módszerekkel kellett a gyereknek iskolát takarítani. Jó, ott egy fogkefe, ami megrohadt. Ezek a szülők megrohannák az iskolát, és azt mondják, hogy az én gyerekem megfogta a WC kefét, hát na hát kikérik valami. Hát az osztálytermükben vannak szelektív hulladékgyűjtők. Nyugodtan rá lehet bízni, hogy akkor kisfiam egy héten keresztül te viszed le a... Az már nem rossz. Te törlöd le a táblát. Lilikém, az ilyen gyerekekből lesznek azok a felnőttek, akik elmennek a munkájukra dolgozni, 10 órakor kicsomagolják az ételt, és azt mondják ki a főnök, hogy ebédidőben eszel, nem ő most eszik, és két napon kirúgják, mert nem tanulta meg a rendet, meg nem tanult meg semmit. Szóval, de tényleg maradjunk már annál, hogy ez ne ebédidőben történt. Tehát, hogy nem tanórán történt. Aha. Jó, oké. Nagyon sok hozzászólásunk, SMS-ünk van, mindjárt olvasunk ebből. Lili, drága vagy, hogy becsörögtél, azért ez köszi. Puszi, még ha nem is feltétlenül értünk egyet. Köszi, vigyázz magadra. Ciao, köszi, hello. Marcella tiszta, Budi Feli. 7:30 pontosan, gyerekek, csak mennünk kell, jövünk mindjárt, mindenki szóljon hozzá. Jó, szülők, iskolák, pedagógusok, mindenki.
3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, drága hallgatók, és egy érdekes dologról beszélgettünk, ugye az egyik ilyen iskolai Facebook csoportban, mindegy is, hogy hol megjelent egy cikk, mi szerint egy tanár lemerte iratni a gyerekkel 50-szer, hogy nem etettem az osztálytársamat. Skandalum. És hát óriási kiborulás, óriási felháborodás, a legtöbben nem értenek egyet a tanárral, sem a büntetéssel, sem a módszerrel, és régi időket kiáltanak, hogy ez micsoda, micsoda módszer, és hogy tehet egy ilyet egy diák. Aztán betelefonált nekünk az egyik anyuka, és tök jó, hogy telefonált, még ha nem is értettünk vele teljesen egyet. Ugye, hogy az ő osztályában történt a dolog, ő anyuka volt, és egyébként az ebédidőben nyomta az egyik gyerek a másik szájába a kanalat, és ezt meglátta a tanár. És hogy egyébként meg nem órán történt. És nekem ez több szempontból is furcsa. Egyébként, hát mi az, hogy nem órán történt? Oké, okay, az órai bűn az még nagyobb, ha ott tetetet. Étterembe lehet tenni nyilván. Na jó, de bent van az iskolában. Bent van az iskolában, azért az ugyanúgy, az ugyanúgy, az ugyanúgy a tanár felelőssége. Ráadásul kettő írja, egy hallgató tök igaza van, hogy azért az, amikor te bemész szülőként és kérdőre vonsz valamit, és most nem arról beszélek, hogy leverték a gyerekedet, vagy igazságtalanul bántak vele, vagy megalázták, mert akkor nyilván bemehetsz. Hanem hogyha számunk kérdez, az olyan, mint a tanár bemenne, nem, és a te munkahelyeden próbálna beleszólni abba, hogy te mit csinálj. Igazából nem a gyerek. Gyerekekkel van baj szerintem. A szülő gondolkodása a legnagyobb baj. A szülő gondolkodása a legnagyobb baj. Ebben az esetben hülyen tükrözi, hogy a gyerek azért engedheti meg magának, és azért írja nekünk egy kezdő pedagógus, hogy csicskázza le egyébként a negyedik osztályos. Negyedik gyerek. Osztályos, igen. Lecsicskázza a tanárt. A tanárt. Na, tudod, aki jó szándékon segíteni akar ráadásul. Mert hogy egyébként otthon ezt hallja. És figyelj, hát azért szóval engem sokszor megvádolnak azzal, hogy én aztán túlzott a liberális vagyok, de és írja egy hallgató, és ő is így gondolja, hogy liberális gondolkodású, de egyébként közben azért nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindent lehet. Semmi baja nem lesz ettől a gyereknek. Hát semmi baja nem lesz. A szülők miatt van ennyi degenerál gyerek, nem? Nem, mert azt gondolod, hogy majd az iskola neveli a gyereket. Nem. Neked úgy kell elengedni az iskolába a gyereket, hogy az iskola, hogy a gyerek tisztában van vele, hogy nem nyomkodunk le kanalat a társunk torkán. Ha az a szabály, az a szabály. Az a szabály. Basszus, nem érlegelem, hogy ez most akkora bűn vagy ekkora bűn, ha 5-ször átszolt, hogy ne csináld, 6-szorra nincs az a baj, hogy leírod, és én sérülnék, ha valaki nagy kanalat nyomna a gyerek szájába, egyrészt mi van megijed, félrenyel, mi van, kiveri az első fogát. Ne nyomkodjon, egyen rendesen. Mi is rosszalkottunk, mi is, de amikor ránk szóltak, ültünk csöndben, és volt tekintély. Tehát a szülő veszi ki a tekintélyt a tanár kezéből, szerintem azáltal, hogy micsoda, leíratták veled 50-szer, majd bemegyek aztán. Mi hogy megy be a gyerek másnap az iskolába? Az anya megvédte, az apja megvédte, lehülyészte, leostobázta, vagy kérdőre vonta a tanár döntést. Hát persze, hogy a gyerekben is az születik meg, hogy nekem te nem szólsz be, nekem te nem mondod meg, tiszteletlen lesz, fegyelmezetlen lesz, hiszen otthonról megkapja ugyanezt a támogatást, hogy napistike várjál majd, érted? Tehát, hogy ha otthon azt kapja a szemléletet, hogy figyelj, igazam a tanárnak, csináld, amit mond. Figyelj, légy szíves, amit mond, azt tarts be. Ha rád szól, akkor maradjál csöndbe, tényleg. Mert az van, amit ő mond. Akkor a gyerek tudja, hogy nem kap otthonról támogatást és megerősítést. Tehát az ilyen túlzott liberális felfogású szülők miatt vezetnek oda, hogy gyerekek tombolnak az iskolában, mert nem az, hogy ha hazamész, érted, és még otthon kapod a másikat idézőjelesen, és én nem ebbe hiszek. Hanem, hogy tudod, kicsit. Hogy az van, hogy otthon azt mondja anyát, hogy igen, és a tanárnak igaza van, tényleg fog be a szádat, tényleg ne tömköd a gyerek szájába, és tényleg csináld, amit mond, mert ez egy iskola, nem szórakozni jársz bele. És most lehet, hogy ez nagyon sarkosan hangzik. De valójában azt gondolom, hogy azért a tekintélyt vesztett tanároktól sokszor a szülők tehetnek, akik bemennek és megverik a tanárt, hogy egyest kapott a gyerek. És ennek mi lehet az oka a szülő részéről? Ez egy ilyen túltolt, védekező mechanizmus, vagy aggódás, vagy féltés, vagy pedig egocentrikus? Nem. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy rengeteg szülő például nem ismeri a saját gyerekét. És nem tudja, hogy valójában annyira rossz, feltételezni sem meli róla, és az én gyerekem? Biztos nem. Az én gyerekem verekszik? Biztos nem. Az én gyerekem csúnyán beszél? Biztos nem. Az én gyerekem ilyen és ilyen, mit tudom én, tartalmat néz otthon? Biztos nem. Tehát vagy fingja nincs, vagy masszívan kamuzik. Fingja nincs arra, hogy az ő gyereke meg valójában milyen. Tehát nem tudja. Ha tudja, kamuzik, vagy egyébként tényleg fogalma nincsen arról, és egyszerűen nem akarja elhinni, hogy jön a gyereke. És azt mondja, hogy nem. Vagy rossz, vagy torz szűrőn keresztül nézi, és ismeri a saját gyerekét, és az én gyerekem biztos nem ilyen, de kedves anyuka, te gyereked is hidd el, hogy tud rondán beszélni. Merjél rászólni. Vagy fogad el, hogyha már négyen mondják, hogy de igen, nem hazudik saját magának. Egy ilyen idealisztikus kép van a saját gyerekéről, a mi gyerekünk a legtökéletesebb, a legszebb, a legokosabb, minden verseny megnyer, mindenhol indítjuk. Nem fér bele, hogy rondán beszél. Az én képemben nem fér bele. Holott, ha négyen mondják, akkor lehet, hogy rá kéne szólni, hogy figyelj, jödönke. Jó,
lenne nem beszélni csúnyán, vagy jó lenne nem verekedni, vagy nem lennél agresszív. Nem ismerik a saját gyerekeiket. Vagy masszívan kamuznak. Így van, vagy nem ez foglalkoznak vele, érted? Egyszer volt egy ilyen beszélgetés, hogy szívem, tudod, hogy a suliba hogy viselkedünk? Ez a beszélgetés soha nem indult el, hogy a tanárnak igaza van, vannak helyzetek, amiről tudunk beszélgetni, én vagyok az apád, gyere haza, mondd el, és ha olyan, akkor bemegyek, megbeszéljük, de nem az van, hogy bármit csinálhatsz az iskolába, és bárhol bármit csinálsz. Nem? Apukától meg anyukától mindig megkérdezem, hogy te a munkahelyeden azt csinálsz, amit akarsz. Van szabály. Persze. Ott igen. Is van, suliban is. Ez is egy jog, az is egy jog, hogy nem ismeri. Az is egy jog, hogy a mai szülői generáció egyébként azt hiszem, hogy ki akarja bélelni a gyerekkort, puhává, könnyűvé, sérülésmentessé, mindenféle retorziómentessé akarja tenni, és azt mondja, hogy ott kell, hogy legyek minden konfliktusban, meg kell, hogy mindent oldjak helyette. Az én gyerekemet nem bánthatják, nem irathatják le, nem alázhatják, meg nem csinálnak vele semmit, majd én megvédem. Holott ez nem így van. A szabályok, a retorziók, hogy 50-szer leíratják, az egészséges dolgokról beszélek, az igenis egyfajta jellemfejlődés. És ha te ettől szülőként meg akarod óvni a gyerekedet, és azt gondolod, hogy mindig ott kell lenned, és minden sérüléstől, és szabálytól, és akár 50-szeri leírástól neked meg kell védeni, akkor egyébként egy degenerált felnőttet nevelsz. Hát egy életképtelenségre nevelek. Valahogy vagy a mi generációnk ilyen, vagy valamit pótolni akarunk, vagy azt gondolod, és közben nem kellene. Meg kéne hagyni az iskolának azt, hogy, és most nem arról beszélek, hogy nem mész be, ha megalázzák, nem arról beszélek, hogy nem mész be, ha öterugdossák és felveszik telefonra. Tehát nem a szélsőségekről beszélek, hanem arról, hogy leírás is valaki már megalázásnak. Elhiszed, hogy az a tanár azért még talán tudja, hogy valójában tanár. De valahogy most azt látod, hogy a szülők azok inkább animátorok, a szülők azok minden pillanatban, minden konfliktusnál mindig ott akarnak lenni, mindent megoldani, és nem is hagyják, hogy a gyerek megtalálja a megoldó képletet. Nem is hagyják, hogy a gyerek bizonyos konfliktusokban megtanuljon működni, hanem azon oldjuk meg a hétvégét, a hétköznapjét, hozzuk, így animáljuk, legyünk egyszerre barátok és szülők, és ezek annyira összemosódtak, hogy túlféltés van. Túlféltés van, illetve az én gyerekem nem hülye, majd akkor én megvédem. És ennek az összessége juttatta el szintem oda az iskolákat, hogy valójában semmi nem maradt a tanárok kezében. Mert a túlzottan liberális szülők, ahogy hallottuk egyébként a betelefonáló anyukánál is, alternatívájuk viszont nincs. Nem tudják, igen, hogy mi a helyes büntetés, de az, hogy 50-szer leíratja, hát azt komolyan mondom, kikérem magamnak. És közben meg kicsik is torzó szülöttek, érted? Egy kis erőszaktevők 10 évesen csicskázzák a tanárokat. Hát mit csinálsz egy ilyen gyerek? És azt hagyjam a csicska, írja. Nem, nekem nem mond meg csicska, mit csináljak? 10 éves a gyerek. Hát mit hallott volna, aki azt mondja, hogy csicska? Érted a tanárnak? Ráadásul nem tudja, mi ez a csicska, de otthon hallja, hogy egyébként ez valami csúnya dolog, úgyhogy ez jó. A tanár csicska. Gyorsan betolom a tanárnak. Igen. Szóval, lehet, hogy itt nem biztos, hogy a gyerekkel van a baj, itt a mostani szülőgeneráció, itt a mostani szülőgeneráció, a fejekben van egy nagyon-nagyon nagy baj. És rossz a gondolkodás. És ez vezet oda, hogy ezek a gyerekek lázadni kezdenek, és azt látod, hogy bemész, és a tanár be van ültetve a sarokba, és zokog, és pikázóval dobálják a hátát, érted krétával, és 22 olyan gyerek ülött, hogy se tisztelete, se semmi nincs a tanárnak. Hogy az érdekes, de te is elmondtad magad, hogy a szülő a saját nyomorát próbálja meg, hogy ő mondjuk nem mer szólni a munkahelyén azért, hogy kizsákmányolják. Ez is lehet, hogy én nem tudom. De te mondtad az előbb, és tök jó volt a mondat, hogy az van, hogy a szülő a saját pipogyaságát azt úgy próbálja megfordítani, hogy a gyereknek viszont azt mondja, hogy lehet, ez benne van, nem? Nem érzitek azt, hogy ő egyébként soha életében nem mert semmiért szólni. Ha megkérdezik bármiről, akkor inkább így kussolgat, csak ne legyen, és akkor a gyerekem próbál, hogy majd akkor az én gyerekem kiteljesedik, neki már nem mondhatják meg, hogy mi legyen az nem, én gyerekem. Nem tudom, ez az egész mostani generáció szülőként nekem nagyon fura. Hogy valójában tényleg állandóan a gyerekedet szórakoztatod. Mi is magunkon sokszor észreveszünk, hogy állandóan azon tökölsz, hogy hova vitt, hogy mi legyen, hogy ide gyere, oda gyere, élmény legyen. Nem így neveltek bennünket, és lehet, hogy azért egy kicsit egészségesebb volt. Hogy hagytak unatkozni, hogy nem volt minden hétvégén program, hogy leküldtek, ott voltál, föltaláltad magad, jöttél, mentél, fára másztak. Tehát mostani generáció, hogy te fogalmaztál, ez gyakorlatilag életképtelenségre nevel a gyereket. Nem fogja tudni megoldani a saját problémát, nem tud magának saját programot csinálni, nincsen alternatívája az unalomra, mindent tőled vár, mindent azt akar, hogy majd te oldjad meg neki, te álljál ki helyette az osztályban, az iskolában, te mondd meg neki, hogy mit fogtok csinálni a hétvégén, mivel fogják tölteni. Igen, mintha mostani szülőgeneráció akarna valamit pótolni, amit őnek nem kapott meg, vagy hiányzott, vagy nem tudom, de mindenhol ezt látom, hogy jönnek-mennek, rohannak hétvégén a gyerekkel, hogy jönnek-mennek, programoznak. Vagy, animátor vagy, coach vagy, igen, edző vagy, beleszólsz az edzésébe, beleszólsz az órájába, irányítod, ott vagy.
valahogy azt gondolod, hogy egy kicsi teret, ha hagysz a gyereknek, akkor az a gyerek az elkanászodik, abból a gyerekből akkor nem lesz tudós, de ezt a társadalmi nyomást maga a többi szülő és a társadalom is teszi rád. Hogy azt érzed, hogy nem viszed hat külön órára és énekórára, és nem tudom, mire akkor a gyerek elmarad, mert itt már négy nyelven kell beszélni 10 évesen. Tehát mintha magunkat tettük volna egy olyan spirálba szülőként, hogy látod a többi szülőt is loholni a gyerekkel 600 külön órára, te is mész, és te is loholsz, mert szorongsz azon, hogy hülye lesz a gyereked, nem így van? Hát, és egymást pörgetjük, adni akarsz neki 4 edzés, 6 külön óra, 6 angol óra, mész, jössz, rohansz a töködről, és folyik a víz, érted? Közben a gyerek már kiáltozna azért, csak fél óráig hadd csináljon, amit akart. Nem, este 8-kor még üljél le, nem tudom mit zongorázni, tanuld meg a Fürelis hétvégére. És közben egy ilyen szorongó szülő, szorongó gyerek, pingponglabda meccs játszik, miközben bemész és levered a tanárt, hogy 50-szer leíratta, hogy már pedig nem etettem az osztálytársamat. Ha beszólsz, de diákként vagy gyerekként, akkor szerintem a szülőnek is ő ugyanúgy beszól, ugye? Tehát ott hiába van az, és akkor rámehetünk erre az otthoni témára, hogy te otthon mit csinálsz, hogy a gyerek csinálja meg, amit kérsz tőle, vagy üljön le tanulni. De nyilván az a gyerek, aki a tanárnak bemer szólni, az neked is bemer szólni. Érted? Tehát nem lesz fegyvered otthon se előbb-utóbb. Abszolút. Persze. Gyorsan egy-két SMS-t olvassunk, mert nagyon-nagyon sok hozzászólás, hogy szerintem a számba nyomták volna egy kanalat, én sem örültem volna, mondjuk a leírás helyett sokkal több házit adtam volna. A 6. osztályos tanuló küldte ezt nekünk. Ez jó. Egy lehet egy jó megoldás. Egyébként, ha a tanár így döntött, azt nem vitatik el, hanem elfogadni, nem tudom, ki mit szólna, a tanárok bemennének okoskodni az ő munkájukra, ezt mondtuk, mint hozzászólás, igen. Szülőként, pedagógusként, asszisztensként és táncpedagógusként írom. Ez a nem a mai kornak megfelelő büntetés, amit Lili emleget, gyenge év. Erős lenne a körmös esetén, vagy kukoricatérdepeltés esetén. A tanároknak eszköz kell, és szülői segítség eredményeket elérni szabálykövető csapatmunkában lehet, akik úgy működnek, és ezt a gyerekek is tudják. Vannak esetek, amikor a szülő megvédheti a gyermekét, de nem a mondat 50-széri leírásánál. Erre akkor nincs szükség. Ez is jó hozzászólás, egyébként tényleg így van. Micsoda túlkapás, liberálisnak tartom magam, de a liberalizmus nem azt jelenti, hogy nekem mindent lehet. Én úgy szájba vágtak kevesebbért, mint szegény vendegúszt az anyja, meg sem mertem szólalni. Ugyanakkor mi ezt mondjuk nem támogatjuk szerint, ez az idejét múl dolog. Ez az idejét múl dolog. Az erőszak az nem, tehát az semmit nem fog megoldani. Féltünk, tiszteltük a tanárainkat, levert egyet, nem feltétlen volt azért az jó megoldás. Ez a ló túloldal. Egyébként ezért felháborodni. Jó reggelt, javasolnám, hogy törüljék el a büntetés végrehajtási intézeteket, mert ők is kommunista időket idéző intézmény, helyette javasolnék szemétszedést vagy WC-szemlét. Fater régi ellenőrzője került a kezembe, aminek a végén igazgatót találtam, és ezáltal adta. Pisti a szünetben szándékosan fejbe dobta osztálytársát fapapucsa. Kérdeztem még akkor tőle, hogy ennyi volt az egész, ő azt mondta, nem emlékszik, lett volna más következménye, de szerintem akkor a csicskalángos kapott tarkóra, hogy azért nem emlékszik. Nem megoldás, gyerekek, azt higgyetek el, nem megoldás. Kedves Balázsik, gyakorló fiatal pedagógusként írok, erről ugye beszélni, kíváncsi lennék, hogy egy-két ilyen túlzott a liberális szülő mit reagálná látni, hogy kedves gyermeke 9 évesen lecsicskázza a tanárt a többi gyerek előtt, mert a tanár segíteni akar neki egy feladat megoldásában. Akkor is azt mondná, drága szülő, hogy szegény gyereknek minden esetben a lelki világát kell óvni. Irdatlanul szeretem a diákjaimat, de ilyen esetek azért elkeserítőek még számomra is. Fruzsi küldte nekem. 10 éves gyerek, hogy az ő csicska. De nem a gyerek, mert a szülő, igen, nem, hát a, nem a gyerek. Jön. A gyerek az egy szivacs. Azt szívja magába, ami otthon jön. Ha otthon azt hallja, hogy fiam, csicska, tanár, ne hagyd magad, akkor bemegy és lecsicskázza, hiszen tudja, hogy van támogatás. Édesanyám tanító volt egy általános iskolában, és nem tett semmit, a tanár nem fegyelmezett. Ebből adódik, hogy ebédidőben a kisgyerek vajazó késsel fenyegeti. Érted? Vajazó késsel fenyegeti a tanár. Nem. Szerintem kell, hogy a tanár igenis fegyelmezze, legyen tekintély, a gyerek tanulja meg, hogy ami iskolában van, addig a tanár a főnök. És valójában ez az igazság, nem? Optimális esetben ez lenne. Igen. Pontosan ez a szülői hozzászállás sokszor, ami tönkretelti a fiatal generációt. Jaj, megbüntették a kis szemem fényét. A fiamat 100 felüléssel büntették a napokban, és túlélte. Tessi órám, 100 felülés. Hát milyen hasizma lesz annak a gyereknek, nem? Még egy kicsit rosszalkodik. Tanárként érdekes dolgokat tudnék mesélni a szülői hozzáértésről, és arról, hogy a szülők a tanárokra gyermekfelügyelőként tekintenek. Mi minden nap kapunk valamilyen szülői levelet, az én esetemben a testnevelés órát kritizálják. Volt olyan levél, mert a szülő megfenyegedett, hogy feljelent, mert elfáradt a gyermek a testnevelés órán. Érti? Elfáradt. Hogy azért ez hülyen tükrözi a mai szülői mentalitás, gyerekek, hogy az ő gyerek elfáradt. Milyen satnya
elkényeztetett, puhány, dolgozni nem akaró, munkát nem vállaló, elkényeztetett nyápic felnőttek lesznek az ilyen szülőnek a gyereke, hogy elfáradt a tesi órán. Uh-huh. Ez olyan, mint hogy azt mondták, hát, hogy számtalan órán megtanult számolni. Elfáradt a tesi órán. Tehát ez a dolga, hajtsák meg őket, fáradjon el, jobban figyel, elfárad, fúj egyet. Egyébként a legtöbb gyerek mozgáshiányos, tök jó elfárad. Egy okos szülő annak körül, ha jó a tesi óra, nem? Tehát, és az a jó... nyilván hazajött a gyerek, panaszkodott, és ő meg ez vérigsértésnek. Egy másik levélben azért szeretett volna feljelenteni, mert piros lett a tenyere a 17 éves kicsi fiának tesi órálát, húzóckodtak, kötére másztak, tudod, az megmarad egy ideig, piros lesz ugye, egész napra. Szerintem a szülőket össze kell tenni a kezüket, lábukat, hogy vannak még pedagógusok, akik nevelni szeretnék az ő elkényeztetett gyerekeiket, írja ezt egyébként tanárként Zsuzsi. És azért ez tényleg nagyon mutatja, hogy micsoda gondolkodásbeli baj van, nem? Mutasd a tenyered, piros. Úristen! Mikor ilyen piros a tenyered? Kötélre másztunk. Na jó, na itt a vége. Eddig bírtam, holnap bemegyek. Kötélre? De hogy már feltöltött benneteket. Kötél? Mi az, hogy kötélre másztatok? Mi az, hogy kötélre másztatok? És a gyerek nem tud meg csárom fekvő támaszt, mert anyuka óvja, érted? Szóval tényleg nagy a baj. Az időben is pedagógus felel a gyerekekért, az iskolóvi területén belül is teljesen mindegy, hogy mikor tömött ételt a kis fogalmatlan a másik szájában. Egyébként ez akár komoly fulladás veszély is lehet. Anya és pedagógus egyben ez a legjobb kombó. Igen, na, gyerekek, hát sokan gondolkodnak úgy, ahogy mi. Egyébként Lili kommentjére, a gyerek büntetésből csinálja a szemétkivitelt takarítás, abból sem nagyon tanul magán mindent, mert hogy a munka büntetés nem feltétlenül jó lenne. Ugye, és itt az alternatíval erről beszéltünk, hogy azért nehéz kitalálni. Nehéz, mi az Isten tudsz mondani? Fizikai tudsz mondani? Bántalmazás nincs, az hála nincs, jó is van. Nem tudsz mondani. De mit mondasz? Takaríts föl, vagy... Na jó van, gyerekek. Igen. Azért piros a tenyere, mert ő pukizott egyébként. Ezt jó, ha tudja azért a szülés. Meg kell kérdezni, hogy ki pukizott. 3 perc van, 8 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után. Van közlekedés, küldjetek el nekünk. Óra után 12 perccel itt vagyunk. Hát nem vagyunk itt, csak kétharmadban. Mondjuk az sok mindenre elég, ugye? Mert az Ist aztán... Mit csinálsz? Nem, most egyébként a mosogatót takarítottam. Ja. Meg lettél fegyelmezve, takarítanod nem kellett? Perc, nem minden percemet fordítom, természetesen annak a 43 ezer embernek az emberrel való kapcsolattartásra, akik ugye a követeimé váltak, nagy képű szó, köszönöm. Nagyon kedvesek vagytok, helyesek vagytok, aranyosok, figyelmesek vagytok, igen. És csináltál belőle valamit? Hát ez a kis életed végre a valóságot megmutat. Basszus, még ebből látszik, hogy még nem vagyok kompatibilis az Instagrammal. Meg nem. Most kellett volna csinálnom egy mit? Storyt, én megcsinálom neked, megcsinálom neked a storyt, föl is rakom. Csak mondd meg, hogy gyere, Bali, csináljunk egy storyt, mert akarsz valamit. A többit én meg leforgatom, berakok hashtag, gif, és fölrakom neked storyba. Szólnom kellett volna. Szóljál, megtanulod. Minden szarat a dobálva állandóan a mosogató, és elakadt, és most egy kicsit így kitakarítottam. A nagy lehetőségek mellett így mész el be, hogy szemmel látod. Pedig ellesették volna a mesterfogásokat. Neked ilyen sztorik kell. Szemet etszetsz, mosogatót tisztítasz, csikketszetsz a busz megállóban. Igen. Lássák, persze. Igen. Igen, pedagógusként, pedagógus gyerekként, pedagógus barátokkal körül, és szülőként azt kell mondjam nektek, hogy köszönöm, hogy foglalkoztok ezzel a témával, és hogy megvédétek a pedagógusokat, és kiemelitek annak fontosságot, hogy a gyereket szeretni és nevelni kell. Tényleg köszi, kaptuk még ezt az SMS-t. Hát gyerekek, persze, hát erről beszéltünk hosszan. Egy szülői beírásról, illetve egy tanári büntetésről, aztán ezt megbeszéltük pro és kontra. Viszonylag nehéz volt vitatkoznunk, sokféleképpen gondolkodunk sok témában, ebben most egyeztünk, úgyhogy nem volt nagy csörte, de hát vannak dolgok, amikből már nem marad semmi. A régi jó dolgokból nem marad sajnos. Na, felrobbant az SMS fal, a sok bolond anyatigris harabdált iteket? De tök érdekes egyébként, hogy nem. Nem. Valójában igen, sokan értenek velünk egyet, és valamint... Igen, itt jött egy hozzászólás, és nagyon igazat adom, hogy majom szeretettel csüngünk a gyerekünkön mostanában, de közben valójában sokunknak fingja nincs, hogy milyen a gyerek. És azt gondoljuk, hogy minden pillanatban ott vagyunk, közben meg nem is ismerjük sajnos a saját gyerekeinket. Na, ezt lezártuk. Tatai úton jó a forgalom, felhő nincs, 9 fok van, a szélmozgás gyenge. Anyám szerint Jani Insta oldal olyan, mint a szülők feje, üres. Csumieri. Most még gyerekek. Hát most indul. Ahogy a vármentés előkerül, a bizony, közös szemétszerűs. Hétvégén lesz is egyébként. Hétvégén lesz már a... Na, mit csinálsz? Sport is lesz majd. Na. Lesz egy kis a várlátogatás. Na, berobban az Insta oldal. Nyilván ez
ahhoz képest mondjuk, mint egy tál lecsó, vagy például egy tükrös selfie a liftben, rossz. Azért ahhoz képest nyilván majd olyan nevetséges like számokat fog elérni, de nem baj, nem baj. Így most letudom a kötelező köröket, aztán jöhetnek azok, amiket már mindenki unni fog rajtam kívül. Na jó van. Gyerekek, egy kis bulvár, foglalkozunk egy kicsit a bulvárral, mert a bulvár mindig jó témát ad nekünk, és hát mi azért ritkán foglalkozunk úgy a napi bulvárral, ami egyébként lehet, hogy baj is, kellene többet. Azért, hát gyerekek, ebből lapok, újságok, magazinok jól megérnek, mi meg egy kicsit egy elitista gondolkodásunk miatt sokszor dobjuk a hazai bulvárt, és azt, hogy mi történik, néha persze azért Baukóéva elmondja, hogy szardarab vagy, ha Flór Tomival. Jó, meg azért néha becsiszkedjék, kakikéses téma is. Imádom Évát azért néha. Már úgy a bulvárral, hogy a hazai bulvár azon belül a celebjeink. Viszonylag ritkán fordulnak meg nálunk, beszélünk róluk, kicsit mi is úgy gondolkodunk, hogy jaj, nem áll. Közben ez baj, mert hogy azért adnak okot ők arra, hogy beszélgessünk róluk, és hát miért ne, itt vagyunk, őket nézzük televízió műsorokban közben, jönnek, mennek, Ázsiába utaznak, világba költöznek, feladatokat csinálnak, tehát közben meg rengeteg csatorna belőlük él. És ugye nyilván mindenki látja, Luxus Vivi és Fecsó brutális, hogy is mondjam, csak vállási háborúját, és azt a fajta hát elválást, amit ők most ketten produkálnak. Ugye Vivről lehet tudni, hogy ő azért egy, hát hogy is mondjam, temperamentumos kis csaj, Luxus Vivierről van szó. Luxus Vivier, aki ugye szerepelt a Luxus Feleségekben, majd ugye különböző más műsorokban, és hát ők ugye most válnak. Talán egy vagy két gyerek van, már nem tudom pontosan, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy hogyan történik most ez a válás, és micsoda komment háború indult el, és hogy ölik egymást, és erről még nem beszéltünk, hogy amikor az exed, amikor a volt párod, amikor az elválásra váló férjed vagy feleséged interneten, Instagramon keseríti meg az életedet, és kommentel be a képeid alá, hogy vagy nem bírja elviselni, hogy elváltatok, vagy a bosszú vezérli, vagy egyszerűen csak jó poénnak tartja, hogy nem száll le rólad. Ugye mi történt? Egy hónapja, két hónapja ők elváltak, és hát Vivi újra elkezdett randizgatni. Yeah. És nagyon szórakoztató, mert rettenetesen osztják egymást, hol letiltják egymást, hol nem beszélnek egymásról, hol bekommentelnek egymás elé. Vivi kirakott egy képet, hogy egy hónap vagy két hónap után végre megérdemlem azt a figyelmet, amit kapok. Nyilván azért ebben van egy üzenet. Hát persze, nagy odaszúrás önmaga. Gyertyafényes fotó, vacsi, és végre rám figyelnek, és végre engem értékelnek, és végre a helyemen vagyok. Írta ezt Vivi nyilván a saját maga kis bejegyzésében. Üzenve azért Fecsónak, hogy hát te szemét elhanyagoltál, de most végre valaki elvitt randizni, és valaki vette a fáradtságot, hogy telerakja te a mécsesek az egész rohadt lakást. Aztán igen, telerakta. A tűzoltók és minden rendbe lett megint. És hát megérkezett Fecsó, aki bekommentelt ugye a fotó alá, nagyon szórakoztató mír, amit írt, az lesz szex is, vagy csak ördögűzés. Jó. Én ezt bírom, ez egy jó ruha. Majd kirakott egy képet, ahogy két csajjal bulizik kvázi. Na. Hogy ő nem gyertyafénnyel bulizik, hanem két csajjal. És ezt így olvasva egyébként. Hát valószínűleg lesz szex. Ott valószínűleg lesz szex, vagy már volt itt szex, igen, hát ő sem lopja a napot, meg hát szeretik a csajok. Nyilván megy az ide-oda üzengetés. Engem ez szórakoztat, megmondom őszintén, nem követek minden bulvárhírt azért így, de most az ő harcukat, igen. Most nem tudom, hogy Vivit mennyire szórakoztatja a dolog. Igen, ez egy érdekes dolog, ugye? Benne lenni rosszabb azért, mint ezt így kívülről olvasni. Ha, mert ez még szórakoztató. Tehát, hogyha itt is ez az lenne, hogy akkor igen, hogy nem. Hát, szerintem. Nem tudom, nem ismerem az ő kapcsolatukat. Lehet, hogy ez korábban náluk belefért. Bár én nekem kívülről úgy tűnt, mint hogyha inkább a Vivi hordaná a nadrágot abban a kapcsolatban, az elmúlt kapcsolatukban. Nekem úgy tűnt, hogy elég sokszor bedarálta. Én nem tudom, hogy ez a szerkesztőknek volt egy húzása, vagy pedig nem, a valóságban a is így volt. Eléggé sikerült. Szerintem most a Fecsó most szárnyal. Valószínűleg számára most kinyílt a világ. Az a baj ezzel, hogy már nem tudom, hogy hány évig voltak ők együtt, szerintem nem sok, 4-6 talán. Mindegy, hogy az egészet érvénytelenné teszi ez a háború most, ugye? Már az önmagában, hogy kirakod ezt a kis gyertyás képet, ez azt üzeni, hogy együtt értem a Fecsóval 6 évig, aki egyszer nem volt képtelen egy ilyenre, érted? Hát igen, vagy azért ez nekem azt is üzeni, hogyha egy 3 héttel vagy 1 hónappal a szakítás után már valaki vagy gyertyafényesen vacsorázol, akkor azért annyira nem rázott meg ez a történet. Tehát, hogy azért komoly szakítás után gyerek van, komoly válás van, nem az a legfőbb gondot, hogy most 1 hónap múlva vacsorázzál valakivel. Fecsó kirakott egy képet. Szimpatikusan Ferenc estéje. 2 darab csajjal,
kosárral, pohárral a csajok hozzábújva. Sziasztok, lányok, figyeljetek, megkérhetnélek benneteket valamire? Na oké. Igen, lányok, nem hiszem. Jó képű gyerek. Jó képű gyerek, gazdag is. Nem, ne, azért nem félek attól, hogy neki azért úgy nagyon, nagyon úgy kell könyörögni. Bírják a csajok, meg hát jelölt is bírták a csajok. Oké, de ugye ez a celeb vonal. De biztos, hogy sokan átélték már azt, hogy nem híresek, nem celebek, de a Facebookon, az Instagramon, a volt párjukkal, volt férjükkel, volt barátnőjükkel elindult a kép és komment háború. Ugye? Hát azért ez, ne csináljunk úgy, mintha csak a celebek élnének ilyen furcsa életet, és mi hétköznapi emberek ezt nem csinálnánk, mert dehogy nem. Ugyanez a kicsi bosszú, ugyanez a volt férjem berakott egy képet, bekommentelt, aláírt, zaklatott, ellenbulizott és ellenképet tett ki az én vállásom után, hogy ő hat nővel egy jakton bulizik, holott én csak elmentem a barátnőmmel vacsorázni. Ez szerintem mindenhol megvan. Tehát röhögünk rajtuk, hogy jaj, mit csinálnak, de hány olyan hétköznapi sztorit hallasz, amikor a Facebookon, az Instagramon elindult az ellenvállás, az ellenbuli, az ellen alá kommentelés, hát azért ezt sokat csinálják. Az új kapcsolatot, azért nálunk van ilyen a csapatban, aki túl van a válláson, és akkor a fiú, aki elhagyta a csajt, új képet az új párjával kiposztolta, hogy végre az igazi boldogság milyen fantasztikus. Az első kommentelő a volt csaja volt, aki azt írta, és azt is tudja már, hogy milyen kicsi a... Na hát igen, így szokott ez lenni. Fecsó kép aláírása oda, a két nővel a bulizásra, eltelt egy hónap, ideje randizgatni. Igen. Amikor az ember még gyászol, azért én végigcsináltam egy-két válást így a barátoknál, meg itt ott azért nem feltétlen ez jut még eszedbe, hogy olyan válástól még gyerek se volt. Ja, hogy ugyanezt írta a Vivien is, hogy eltelt, aha, tehát a Vivi írta, hogy eltelt egy hónap ideje randizgatni, erre kiírta Fecs, hogy eltelt egy hónap ideje randizgatni, és kirakott egy képet két nővel. Mondjuk a Vivinél csak mécséseket látunk. Hát lehet, hogy valami leárazás volt az IKEA-ban, nem? Vett egy százas, vagy lett egy százas csomagot, meggyújtotta magának, és aztán beült a fürdőkádba. Na, de hogy Fecsó képe alá közben mit kommenteltek, azért az is nagyon szórakoztató. Aztán lehet az egész, tudod, egy ilyen nagy húzavona, aminek a végén megint kibékülés lesz. De fáradt vagy, úristen, írták Fecső alá. Nagyon átlátszó. Nem is telt el egy hónap, sem jöttek a kommentek, igen. Felgyorsult világban élünk. Ez jó szóval. Ezek egyébként nagyon szomorúak, igen. Az igen, flagma, majd kapsz te is egy jó kis nemi betegséged, aztán majd a kórházba rajtad fognak röhögni, írta valaki. Igen. De aranyos ez, aha, ilyen anyuka típus. Igen. Fecsókám, értem, de vigyázz el magad. Igen, és kicsim. Milyen kedves volt, hogy megerőgezte így a bizalmat a lányoknak. Így szemre is azt mondom, hogy vigyázzon el meg betegségek. De közben a Fecsó meg ezeket megválaszolja, úgy csinálja, mint az Insta oldalat. Az minden kommentet egyenként megválaszol. Mindenkit egyenként megválaszol. Hát ma már egy válasz sem olyan, mint amikor az ember válik, igen. Azt mondja, hogy... Kicsen Olcsó János írták a Fecsónak, mire Fecsó megírta, próbálj megvenni. Igen, jó, ide jó. Jó, oké, na, de drága hallgatók, írjatok nekünk tényleg, amikor feleségtől, férjtől, baráttól, barátnőtől próbáltatok úgy elválni szakítás után, hogy ez nem ért véget ez a történet, azért ezt mindenki ismeri. De most nem a válás utáni kiszúrásokra gondolunk, csak amikor tényleg interneten, Facebookon, Instagramon ment úgy a háború, hogy a volt páratok nem bírta elviselni, hogy nektek valaki új van. És megpróbálta megkeseríteni a boldogságotokat, fölbukkan Facebookon, álprofillal jött, Instagramon jelent meg, bekommentelt. De profi vagy te ebbe, hogy álprofil, meg hát érted, hát egy eddig álprofilozóval éltem együtt, aki álprofilokon jelentkezett be és kommentelt, megtanultam mindent, hogy lehet ezt csinálni. Nekem nincsen nagyon álprofilom, vagy én nem is tudom, én ezekben nem vagyok ügyes. Meg, én egyszerűen csak feltöröm a telefonokon. Amikor még mi váltunk, vagy hát nem váltunk, csak mondjuk mi hagytunk ott párokat, vagy bennünket hagytunk ott, még nem volt ez az Insta világ. Uh-huh. Tehát az a baj, hogy nincs személyes élmény, hogy mit kéne most csinálni. Mert amikor te utoljára ott hagytál valakit, vagy téged ott hagytak, tök nem, mindegy. Nem, ez igen, nem így. Nem így jó, téged, jó igen. De első akkor még nem volt. Kész. Most megírom, igen, jól. 5 forintos, jön, mert vidékre egy 10 forintos bélyeget kell ráraknunk. Igen, az más volt, kaptál egy levelet. Na jó, de valószínűleg nem tépném szét az esküvői fotómat a Blikben. Szóval, hogy... Igen, a tavanyáról készült esküvői fotókat ketté tépte, a szép emlék megfakult számára. Írja a Blik. Csak voltak jó pillanatok is abban a kapcsolatban. De szórakoztató, felhívtuk Viviant, hogy mondjon erről két mondatot. Csak úgy kíváncsiságból, szóval őt hívhatjuk.
De Fecsót nem merjük fölhívni, mert Fecsót ő tette azzá az, aki. Ja, ja. És senki tudja, volt. Hogy Fecsó rá nyilatkozott. Ő egy senki, és senki is lesz utána. Őt nem hívhatjuk föl. Hát azért igen. Figyelj, ott van tűz azért. Ott van tűz. Tehát, hogy ott... A kisasszonynál, igen? Ott szerintem ott vége mindenek. Ő úgy lett luxus, hogy a Fecsó tette luxusá, vagy ő már luxus volt előtte is. Én nem követtem ezt az eseményt. Ezt annyira azért nem vágom. Ugye? Ezt annyira nem vágom. Állítólag egy külön kasszán voltam. Aha, tehát igen. Már ő luxus volt, hanem Fecsó nélkül is luxus volt. Igen, igen. Tehát volt Vivienek is egy kasszája, meg Fecsónak is volt egy Vivien és Fecsó kasszája. Tehát lehet, hogy így voltok két külön kasszája. Azt hittem, hogy felváltva használtak egymás bukszáját. Hogy a válás megkeseri. Ti sem gondoljátok ezt komolyan. Előtte vagy utána. Két éven keresztül váltunk, szídott a bíróság előtt mindenhol, ezek után teletolta a Facebook oldalát, ahol engem szídott, üzengetett és jelezte, hogy feljelem. Folyamatosan követi az oldalamat, screenshottal áttette a saját oldalára az alázós kommenteket. Az új páromra azt írta, hogy a kukások elhordták a szemetet, csak mert az FKF sofőr. Értitek, hogy azért ez megy mindenhol. Azért ez megy mindenhol. Juli írta, igen, hogy humbasszus, mindjárt csörög a telefon, mindjárt hívja mi Julinkat. Hogy mertek erről beszélni? Hogy meritek a Fecsó nevét egyáltalán megemlíteni? Igen. Jó, de azért vannak értelmiségi hozzászólásaink is. Ki az a Fecsó és az a Bibi? Azért látom, hogy az én a tévész cikkek alá bekommentelő, én nem tévézek, nekem nincs is tévém. Én csak csendes dont olvasok. De akkor mit keresel egy tévés blogon, ahol tévés műsorokra kommentelnek? Igen, Ázsia Expressnél. Ki az az ördögnúr, hogy nem nézek ilyen műsorokat? De azért ott van, tudod? Azért ott van, ott kommentel. Annyira szeretem. Nagyon szeretem Ázsiát, a kultúrát. Igen. Na jó, drága hallgatók, írjatok nekünk, jó? Hogy én a volt csajommal leírattam százszor, hogy vége a kapcsolatunknak. Ja, mit szólnak ez a tanárok? És a szülők? Be is ment anyám. Igen, mikor én váltam, akkor még nem volt nekem. Az exem mindenki előtt sározott, csak nem volt szerencséje, mert mindenki mellett áll. Így járt, Erika, igen. Írassuk le Fecsóval 50-szer, nem hanyagolom. hanyagolom el a párom. Szakítottam a barátommal, megkért, hogy legyünk egymásra tekintettel, ne rakjuk ki Facebookra bántó dolgokat. Hát mondom, jó, persze, váljunk el békében. Két napra rákitett egy közös képet egy csajjal, aki próbálkozott nála, mindig is féltékeny voltam rá. Kép címe... Micsoda? Kép címe Jani első könyve. Könyvesbolt előtt könyv a kézben vigyorognak. Hát nem azért, ez a csávó sosem olvasott. Kénytelen voltam oda kommentelni ablakzsiráp. Mi ez, hogy Jani első könyve? Kirakott a csávó egy másik nővel egy könyve, egy képes könyvet? Vagy egy állnak egy könyvesbolt előtt. Jani első könyve? Igen. De rossz ez. De rossz ez, atya úristen. És ez képest, igen, ez képest elég szellemes. Miért próbálsz bosszút állni Facebookon meg Instagramon, ha már elváltál? Mert ott próbálod az igazadat bizonyítani, hogy ettől a szemétől te mentél el, hát miért csinálod? Hát ezért. Hogy egy kicsit odaszúrj valakinek, akivel egyébként hosszú éveket jóban voltál, szerettétek. Hogy még oda tegyél neki egy kicsit, persze, hogy még lássa, hogy te már friss vagy, kész vagy, randizol, neked már új van. És egy kicsit, igen, azt is bizonyítod, hogy te túltetted magad, hiszen azt nem bántjuk, akit szeretünk, azt meg bántjuk, akit már nem szeretünk. Igen, ebben tényleg ez az érdekes, hogy jó esetben egy pár év pozitív, meg jó hangulatban, meg kiegyensúlyozott kapcsolatban eltöltött év után jön egy-két-három rossz hónap, akkor elváltok egymást, és ez egy-két-három rossz hónap határozza meg az egész hangvételt, és nem pedig ez a pár jó év. Igen. Az exem felhívta a jelenlegi párom, és közölte, hogy én meg fogom ölni. De aztán egy hét múlva felhívott, hogy szeret mégis, hagyja bel a párom. Mondtam, hogy már megöltem. Gyerekek, nem egyszerű. Nem egyszerű. Na írjatok, drága hallgatok. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Facebook és Insta terrorban tartottakat várunk, akiket a párjuk fenyegetett, kipakolta a szennyest Facebookra, más nőkkel fotózkodott, meggyalázta a házasságukat, és azt, hogy hogyan próbált bosszút állni. Jól jövünk mindjárt a hírek után 8:30 pontosan. Így egy gyorsan vége lett, gyerekek. Ennek a kis dalocskának. Szép idő van ma. Nagyon szép idő van. De csak ma? Holnap jön a bőty, aztán vasárnap meg megint szép idő lesz. Bűtje lesz ennek, bűtje lesz ennek. Napos, meleg, száraz. Lehet mondani. Igen. Aha, így ebben a sorában. De száraz lesz. Száraz lesz. Orból is az a jó, úgyhogy... Borból is a száraz a jó? Hát száraz, érted? Ez jutott eszembe. Igazad van. Száraz. Na, ja.
Meg a pincéből is. Gyerekek, nagyon sok jelentkezésünk van hármasugrásra. Hol van az még? Ne kapkodjatok. Hol van az még? Egy-két hozzászólás jó, ugye arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor Facebookon vagy Instagramon tereget ki rólad az exed, és próbál alá kommentelni és megkeseríteni a jövődet, ugye, vagy a jelenedet. Vivi és Fecső ügyét beszéltük meg, hogy valahol szórakoztató, hogy egymást, igen. egymást osztják éppen Facebookon és Instagramon, igen, hol Fecső, hol Vivi ír ki valamit, vagy a másik posztol be valamit. Viszont ők nyílt sisakosan, tehát nem, igen, ilyen, nem, kam, nem az kamu profilokról. Igen. A mostani párommal évelkezőlőt szétmentünk egy rövid időre, Facebookra kikerült, az egyik legjobb barátja alá kommentett, hogy van ez így. Azóta megkérte a kezem, együtt élünk és közös gyermeket tervezünk. Ah, van ennél nagyobb előktétel? Ha? Ez nem szép dolog. Ha egy barát lelép az exeddel. Bizony. Azért az meleg. Az azért az na jó, az kérdés, hogy mondjuk elváltatok, és akkor egy fél év múlva jöttek össze, az azért viszonylag megbocsátható, nem? Nem? Ez egy külön téma lenne, hogy barát járhat-e exel, vagy nem járhat. Ez egy érdekes dolog. Hétfőre írjuk be. Mert ha miattad hagyta el, vagy miatta, a barátod miatt hagyott el a feleséged, az nyilván cinkesebb. De hogy fél év múlva, egy év múlva összejönnek. Igen, ez egy jó téma, jó téma. Hát azért felvetez egy-két dolgot. Igen, az exem mindig ráírt a következő kiszemeltem valamelyik családtagjára, és alaposan beszámolt rólam nekik. Ott azért van tűz. Kedves mama! Ott azért van tűz, igen. Úgy gondoltam, békésen szétválunk, aztán amikor megtudta, hogy elkezdtem ismerkedni, elkezdett zaklatni Facebookon és telefonon, mikor megelégeltem, elmentem a volt lakásunkból, ahol még ott lakott. Felhívtam otthonra, nem mondta, hogy otthon volt, felértem, közöltem vele, az általam fizetett internet túl sokat veszel a szabadidődből. Egy késsel elvágtam a kábelt, és eljöttem. Azóta nem hallok, azóta nem hallok felőle. Ez is egy érdekes dolog, egyébként egy másik jó téma, hogy ez nekem is volt, hogy szétköltöztünk az akkori csajommal, így minden tök rendbe ment, érted? Tehát, hogy így normálisan rendeztük a viszonyokat, és abban a pillanatban, hogy megtudta 3 hónap múlva, hogy ott az új, akkor... akkor... rátszakadt a gyűlölet. Érted? De ott én voltam az utolsó. De hogy mit gondolt, hogy akkor te most cölibátusba vonulsz? És igen, vagy azt gondolta, hogy majd visszajövök? Tehát 3 hónapig tök normálisan lezártuk a kapcsolatot, igen. Beszéltünk néha, és megjött az új csaj. Igen, de személy, kezdve, te meggyaláztad a kapcsolatotok voltam. Emlékét. Hát figyelj, ez többről is szólhat. Vagy nem tudott még ezen túlani, vagy nem engedett el még. Ugye dűt, haragot is akkor teszel bele, amikor még valamilyen érzés van. Sokan azt mondják, hogy már nem szeretem, annyira gyűlölöm. De hogy közben persze hogy lehet, hogy évekkel később, de hogy közben azért ez egy ilyen friss dolog, mint a Vivi Fecsolán, nem zárnám ki, hogy itt még valamelyik részéről azért így megy a háború, de hogy azért igazából azt tud igazán érdekelni, aki még nem vagy túl, vagy nem engedted el. Nem biztos, hogy vissza akarsz hozzá menni, de nem vagy túl rajta. Tehát ő a düh és a harag az lehetett, hogy hát nem volt még ezen a dolgon túl. Nem biztos, hogy visszajött volna, csak még volt benne energia, amit még nem munkált ki magával. Hát ott kimunkált a lányat? Rendbe tette a másik lányat? Hogy a lányok szívében laksz, Ferenc, mint ahogy Jimmy lakott annak. De szépen mondtad. Csak aztán gyűjt a kakas. Gyűjt a kakas kukorékot. Igen, meg a szorványos fegyver is mellett. Hát igen. Azt mondja, hogy... bocsánat, csak elgondolkoztam kicsit. Az én barátom közel 2 év után mentünk szét, majd őszinte egyből beleugrott egy másik kapcsolatba, azóta beszélünk, vagy akár összefutunk, mindig, mivel közel dolgozik hozzám, mindig elmondja, hogy neki milyen jó most, amúgy szuper minden. Az új nő ismerőseim nevét fejből tudja, Facebook profiljukat azonnal be tudja azonosítani, ha kérdez róluk, és mindig arra kíváncsi, mennyire jók az ágyban. De tuti nem olyanok, mint ő. Ilyenkor azt mondom, hogy baromi jó, kiakad és szídja őket. Hát igen. Ti írta nekünk Mátyás, hogy a sebzett nő az milyen feldúlt vatkam, vagy mi nem is tudom pontosan mit ír, de nagyon jól megfogalmazta, hogy azért az igen. Az én egyik unokatestvérem a válás után a Facebookra posztolt 3 hónapja mindig más pasival fényképet, és hozzá a szöveg, hogy most végre megtalálta a világ legjobb, legromantikusabb férfiát. Egyszer egy ismerőse komment megjegyezte neki, hogy van az, hogy 3 hónapja mindig megvan a világ legjobb pasia. Úgy berágott, törölte magát a Facebookról. Milyen gonoszak az emberek, hogy őt lekázzák egyébként sértő megjegyzésekkel is illetik. Azóta 3 hónapja cseréli a partnerét, és mind nagyon boldog, csak már nincs hova posztolnia. Tipikus önbecsapás, igen. Taki küldött egyet, nem tudom, hogy ez a saját privát, vagy pedig valahonnan származik, de azt írja, hogy ez volt a komment. Végre kidobtam az öreg szakadt szatyrot, miután megtaláltam benne egy beszakadt óvszert. Oh. Egy idézet tőle, aki elvisz vacsorázni, az utána meg is dughat. Privátba küldök kett csináló videót. Hogy milyen, megéri-e a vacsi, ugye? Jó, ezt már nem teljesen tehát értem, az öreg szakadt szatyor, ez az ex-barátnő,
akiben megtalált egy beszakadt óvszert, tőle egy idézet, aki elviszolcsorázni, ez utána meg is. Jó, kett csinál a videót is, küldök, ha kell. Nem, semmiképp. Már nem én, ez a komment. Nem úgy érte, ne küldjen, nem, ez a komment nem volt benne. Az Insta oldalára. Igen, most már tudtok vele, így egyezegybe érni. Ja, hogy a komment volt benne, értem, tehát nem nekünk akar videót küldeni. Na jól van, oké, köszi gyerekek. A hármasugrásra lehet jelentkezni, mert ahogy látom, mondanom sem kell. Nem, hát nem kell. Plusz nyeremény van itt, gyerekek, Így van. Mit adunk? Táblagép? Még utoljára táblagép, azt hiszem, a jövő héten van ebben a fajta játékunkban egy szünet, de igen, nagyon értékes ajándék van. Ott jövő is héten is. Mert hogy szabim vagyunk. Hát jövő héten? Dehogy is. Már most megyünk is. Csak én. Ja. Szünet abban a tekintetben nem lesz, hogy ott is lesz egy nagyon jó kis ajándék, ami abszolút időszerű. Bizony, annak is örülni fogtok, és utána jön vissza. Hideg időszerű. Ez a támogató. Így van. Technikai eszközzel. Nagyon bőkező. Az utóbbi évek szerintem egyik legbőkezőbb támogatója. Nagyon megbecsüljük. Nagyon szeretjük. Nagyon szimpatikus. Igen, és nagyon lelkes, mert hogy mindig visszatér hozzánk, nem? Jöjjön mindig ad valamit, persze. Aztán utána igen. Jó, és kérdés-válasz rovatunkhoz is érkezünk, ez múlt héten nem volt, hiszen kitelepültünk ugye az M3-as kivezetőjéhez, most viszont vagyunk. Így van. Úgyhogy... Ha esetleg valamilyen velem kapcsolatos kérdésre nem jut idő, akkor természetesen ott van az Insta oldalam, Vadon János alsó vonal, official, így kell írni, minden kérdést nyugodtan írjatok. Vártam, hogy mikor... Igyekszem mindenről megválaszolni. És egyébként tényleg válaszol, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek. Valójában te még nem tudod, hogy mekkora bajban vagy. Egyelőre még lubickolom, mondtam. Nem tudod, érted? Hogy mekkora bajba keverted ezzel magad. Szeretni fogja. Ahogy írtam az Insta felületemen is, a Vadon János alsóvonal official. Most egyelőre úgy viselkedek tényleg, mint az apác, akiről hosszú évek után lekerült az erényöv. Most még mindenkinek szétteszem. Most éljetek vele. Pár hét múlva lehet, hogy tényleg nem ez lesz a helyzet. Lehúzom a rólót. De ismerve téged ugyanez lesz. Minden kommentre válaszolsz, oktatsz, tanítasz, helyre teszel, felháborodsz, kioktatsz, rendezed. Igyekszem megbecsülni a bizalmat. Jó, most hadd kérjem már meg az Insta rajongóidat, hogy egyszer mind a 43 ezer írjon már egy levelet a Janinak az Instán keresztül. Egy kép alá kommenteljen. Vagy egy ízével, vagy kis kér, hogy adjunk melót a hétvégére. Vagy kérdezzem valamit még pluszba. Kérdezzem még valamit pluszba, az is jó. Na küldjétek a kérdéseket, ha van jó. 0623111 az SMS számunk, gyerekek, itt vagyunk. Nem találtam tegnap vaddisznót az erdőben. Szerintem örülhetsz neki. Nem volt, se halott, se élő, sok semmi friss nem volt. Sok friss kupacot sem, mert az összeset kilőtték. És elhantolták. És gyorsan elhantolták, igen. Hát nem. Azt ugye szakértőnk elmondta, hogy ez egy lezárt, körbekerített területen történt, az a nagy elhullás, uh-huh. Tehát hogy ha oda bementetek, akkor tényleg tudott valami nagyon jó utat a srác. A kerítésen keresztül. Vagy volna, nem emlékszel egy nagyobb ugratásra, amikor egy 2,5 méter magas kerítés. Pácska! És volt egy ilyen... Egy akkora vadrácsot, amikor életedben nem láttál, átugrottad. Gyorsabb az elbák, mint a vaddisznó erdőbe? Nem. Nem, mi? Nem, és feldúlt vatkan, az jön. Nagyon tehát tekernél. Voltam egy-kettő közelében, nem volt feldúlt, nem bántott. De egyrészt nem hallott, hogy honnan jön, kettő, hogy ugye hirtelen bárhol felbukkanhat. Tehát balról, jobbról pillanatok alatt ott van. És láttam olyat is, hogy kocával, a koca mentén ügyes a mozgása. Ügyesen megy, és nem örül neked. Nem. És a kicsik is vannak, ugye, azok nyilván mondjuk inkább így tavasszal, de nem szívesen futsz össze. Tehát az erdő ugye ez nagyon csendes, nagyon lecsendesülsz, és hirtelen egy kicsi valami jött neszel, és balra nézel ott egy vaddisznó, összeszarod magad konkrétan. Ha csak nem, jön a gurula. Az meg bármikor, bárhol jön. Az a Béla, ne oda jöjjön. Nézd már biciklizik. Micsoda, terepszínű. Nem, ott csak a Béla nadrágban, te oda a gurulatot, tedd oda neki. A jó édesanyjában. Szezonban bármiről jöhet. Úgyse szerettem, hogy a falu jegyzője volt, úgyse írt a lássóval semmit meg. Úgyis van, Polginak a haverja, inkább alá pörkölök egyet. És a túravezető csinált ilyen versenyt az elején, hogy ki a leggyorsabb hármotok közül? Hát, hogy ő nyugodtabb legyen. Balázs azt hittem, hogy verseny, de nem verseny volt, csak elhúzott egy alapsebesség. Mentem ott a kis melegítő nadrágomban. Igen, arra jössz. Keresztem a vatka. Nem ment igazából. Csak a vaddisznók miatt, mert nyilván az utolsót viszi, a vaddisznó. Igen, az úgy megérkezik oda. De az már nagyon, nagyon feldúltnak kell lenni, hogy neked szalasson. Tehát ő azért menekül, meg fél. Csak amikor így az út végén így ott áll, és így néz rád, Be tudsz tojni. Gyere, Bali. Meg hát nálam nincs puska, ugye? Hát viszont most hétvégén vadászat van, úgyhogy vigyázzon mindenki. Hol írták? Mór környékén? Mór. Gina gurulat. Ráadásul bornapok van. Túléli. Érted? A kettő együtt, azt el tudod képzelni? Móri bornapok.
Tízezrek fognak ittasan mászkálni az erdőbe. Hány civil kap majd sörétet? Teli porrak és teli tölténytáskák mindenfelé. Oda lőjél, Béla, oda lőjél, ott mozog, ott cserkel, nem, azért English Pét, az már a faluban vagyunk, az már English Pét, gyerekek gülnek rajta, oda. Menjen a gurula, tegyél oda egyet, azért nem ártod neki. Hát igen, azt jön a nagy vadászidény, nem? Vagy hát az is tulajdonképpen egész évben van, csak mindig megmondják, hogy mire lehet lőni, mire nem, de azért az izgalmas lesz, úgyhogy mór és mór környékén vigyázzon mindenki. Van, akinek egész évben. Hát, vigyázzon mindenki. Hát persze pontosan, 9 óra jövünk mindjárt a hírek után. Gyerekek, jaja. 70-es vagy az a baj? 20-as vagy az a baj, nem vagy bekapcsolva, az a baj. Nem, hogy olyan hülyén csinálják a dalok végét. Észrevettétek? Ti is észrevettétek ezt? Érted, hogy komolyan mondom, ez én nem tudom, mi történik a szakmában. Figyeljtek. A sok barom a közepén, érted, fogja, de nem. Én azt mondom, hogy csináljon rendes dalvéget, akkor föl tudunk készülni, hogy megszólal. A mi rádiónk, figyeljetek, mindenben előre mutató, mindenben a legfrissebb trendeket mutatja. Most ez a legfrissebb trend. Így kell befejezni a dalokat. Ezek a dalok ilyen formában csak nálunk szólhatnak. Bizonyám. Így van. Ez is extra. Valljuk be őszintén. Milyen időnk lesz, gyerekek? Milyen időnk lesz, azt mondjátok el? Hát ilyen zenékkel. 14. Pláne. De ekkora kamus vagy, hát mondd, hogy fingod nincs. Nem, csak beesett a pult alá a papír. A papír, amit zsűrből eltaláltam, 13-18 a délutáni, a 14, ez pont a 13 és a 18 között van valahol. Igen. Nem egészen félúton, nem lesz front, tehát anyukám is nyugodt lesz. Mondja majd ilyeneket, hogy 25 biztos nem lesz. Nem, vagy, az na, majd tavaszra. 13-18, 17, holnap 16, holnap. Sokkal melegebb 15. Nem lesz már. Hát sőt, holnap azért az tudar, ahogy kinéz, de aztán utána jön a jó idő. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil fűtés rendszerei. Ventil, az otthon lelke. Nincs annál szebb, mint amikor szakít egy pár alázák egymás Facebookon, majd két hét múlva újra egy turbékolom. Tényleg, ez is jó kibékülés. Van. Hello, Bali, akkor 11-i estétől séfek séfje. Így van, ott vagyok, abszolút, persze. Főzök, csinálom. Igen? Igen, hogy de persze. Jó. Persze. Kérdez, hogy hallgató, válaszol. Kérdés, válaszolhatunk az érkeztünk. 11-i estétől séfek séfje, csinálom. Megyek. Ott is vagyok. Ott vagy? Meglepődnénk, szerintem két okból is. Legendás tejbe grízel. Igen, ez az egyik, a másik meg, hogy... Na. Igen. Egy másik csatorna. Mikor ültetek utoljára vonaton, és hova utaztatok, kérdezi valaki. Vonaton? Hát a kis vonaton én ültem, gyerekek. De rendes nagy vonaton. Rendesen nem. Én nem tudom, és mentetek az arborétumba? Nem ott voltunk, másik van. Másik szárnyat használtunk, azt nem használtuk még, de lehet, hogy azt is megnézzük. Én nem emlékszem, hogy mikor vonatoztam. Talán ja, dehogy nem. Hát bocsánat, én a Velence-Budapest viszonylaton két hónappal ezelőtt. Csak az már olyan, az a miénk, érted az? Az már nem is vonatozás. Na, hát nálad évekkel ezelőtt, amikor a Danubiuszban volt. Nem, ide jöttem, nem, már a vonatta. Ide jött be, igen. Igen. Csak annyira hihetetlenül hangzott, hogy már eltemetted magadban, olyan réginek tűnik ez az egész. És hihetetlennek, tudod? Igen. Én meg két hete kb. Láthatok-e már a Joker filmet? Mi a véleményetek, uram? Nem. De szerintem, nagyon kíváncsiak vagyunk. Szerintem azoknak fognak, annak fog tetszeni ez a film, aki nem a klasszikus Joker filmet várja. Azért ez nem egy... Szóval, ez más megközelítés, ez egy kis művészi megközelítésbe helyezi most a Jokert. Ez nem a klasszikus Batman Joker féle nagy filmstúdiós feldolgozás, ez egy picit művészfilm jellegű lesz. Nem kell művészetnek. Más lesz. Ez egy kicsit szerintem egy ilyen undergroundosabb Joker lesz, legalábbis ahogy láttam a beharangozóját, meg amit olvastam róla. De biztos, hogy én mindenképpen megnézem. Mi terveztük, hogy elmegyünk megnézni. Viktóriával. Nem most jött be tegnap, azt hiszem tegnap jött be, tehát még van idő. Úgyhogy ma beszéltük, vagy tegnap este beszéltük róla, hogy lehet, hogy már elmegyünk megnézni. Én bírom ezt a pacákot, úgyhogy meg szerintem jó lesz, de lassabb, picit talán vontatottabb, picit művészibb, szóval azért ez ahogy láttam legalábbis. Nem egy klasszikus képregény adaptáció, így van, ezt a szöveg összefüggést, ezt igen. A környezetet kerestem. De nem is baj, szerintem. Jól megfogalmazni, tehát nem feltétlenül. Azoknak szól majd ez a film, akik tényleg valamiféle képregény adaptációt várnak. Én nagyon izgalmasnak tartom az ilyen típusú filmeket, amik szerintem egy kicsit érettebb közönséghez is elviszik a képregényeknek a világát.
mert azért sok, hát, hogy is mondjam, sok ilyen kis, hát, ilyen Walt Disney-s megközelítésű képregényfilm született már így korábban, és sokszor egy kicsit egyébként így el is véve azoknak az eredeti képregényeknek a hangulatából. Igen, és... csak az lett siker, tehát lehet, hogy ebbe pont nem jó művészetet csinálni. De azért lett siker, mert 16 éven aluljak is megnézhették. Aha. Tehát direkt úgy lőtték be az egésznek a stílusát, hogy minél több ember menjen, csak arccal a kassza felé hozzáállás volt, most meg itt azért egy kicsit komorabb, kicsit, én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben, amit én láttam belőle, az kicsit talán ilyen nyomasztóbb is volt az egésznek a hangulata, teljesen más megközelítés, mint amit korábban láttunk, és szerintem ettől lesz izgalmas, meg ettől lesz jó. Nem biztos, hogy a 16 éveseknek meg fog jönni, de nem, talán ez, nem is ez, baj. Nekem kifejezetten ezért tetszik, más lesz, szerintem ez egy felnőttebb történet. Azt mondja, hogy szia Jani, tervezed, hogy visszatérsz a Hip Hop Boyshoz? Nagyon bírtam, amikor fejem pörögtél, Ati. Nagy dilemmában vagyok, Ati, de egyébként nyitott kapukat döngetsz, most egyelőre nem tudom, hogy a Knoxba vagy a Right Said Fredbe térjek vissza, illetve már az említett Hip Hop Boysba. Úgyhogy, de mostanában tudod, bejött ez az ándjátékos dolog, úgyhogy nem tudom, hogy visszamegyek-e pörögni a fejem. Igen. Nincs ezzel a Jokerrel baj, Bazsi, a képregényben és Joker kialakulása kicsit fontatott volt, harc a világ elvárásaival, de főleg saját magával. Na hát ez lesz, tehát hogy szerintem egy picit más. Megnézzük, hát visszatérünk egy pillanatra. Hát a gonosz vigyorgó Jokert szeretjük, nem a tépelődő Jokert, aki majd ott ül egy sarokba, nem? Hát figyelj, nézzük meg, aztán beszélünk róla, nem tudom. Bali, nem szeretné YouTube csatornát csinálni, egy-két bölcs gondolatot megosztanál velünk. Majkás videóban is ajánlottál egy könyvet, vagy néha itt adásban is adsz egy-egy tippet. Hát gyerekek, annyi mindent csinálok, hogy nem. Végre ráncs magadra, azt hiszem. Nem akarok YouTube csatornát. Van egy fórum, ahol tudok kommunikálni, rádió, ott van az Instagram, ott van a Facebook, az nagy meló, szóval azt jól csinálod, azért az 0-24. Videókat, anyagokat töltesz föl, megvágod, megcsinálod, nem, nincs rá energián. Azt vagy csináld jól, vagy se, hogy adjál valódi tartalmat, tudnék nyilván, de hogy nem érzek energiát. Hát most azt adja. Persze, hogy tudnék, hát hogy ne tudnék, hát ha csak az előadási anyagát feltenném, az nektek egy életre is sok lenne. Tehát, hogy ne már, hogy nekem egy perc is sok lenne. Egy percig néznétek, kiégne az agyatok, nem is értenétek, hogy valójában. Nem, mi nem mernénk oda lámenni. Hát van nekem más dolgom, és ott a saját Instán. Egyszer majd valamelyik előadást fölteszem élőben, de az is szerintem adok róla egy Facebook, és akkor az ott fönnmarad, és meg lehet nézni. De nem csinálok én külön a YouTube csatornát. Sikerült-e valahol zongorát venni? Még nem, de rajta vagyok, tehát ez nincs elfelejtve, ez egy komolyabb projekt annál. Mondom, már egyeztetés alatt van, úgyhogy jó lesz. Jani, bekövetted már az oldalakat Instán, amiket küldtem neked? Kérdezi Tipcsi. Még nem követtél senki? Nem, de rohadt jókat küldtél egyébként. De nem is fogod őket követni? Ez az oldal senki. Pornhub.com, verybigtits. Kell egy másik instát is. Igen, mindenki látja, hogy mit követsz. A követői látják, hogy mit követsz, ott a Pornhub, meg a tits, meg a Japanese girl, meg a bondage, meg nem, azok ott nem mennek ám. Látni fogják, ez a kis pajkos Janika. Hát mivel lopja itt a szabad idejét? Minden kártyát nem akarok kiteríteni otthon. Feri, R. Ferenc velencei lakos, kérdezem, az egyháztartásban élő középkorú hölgy sértettet. Miért hívják békának? Ez valami fedett kód? Tamás kérdezte ezt SMS-ben. Ja. De szépen megfogalmaztad a kérdést egyébként, hát nagyon sok munka volt vele, nem, semmiféle fedett kód nincsen vele, így alakult a dolog. Olyan kis sokos szája volt, mint egy, nem tudom, egy rajzfilm békának. De egyébként ő kezdett engem először békázni. Tehát, igen? Igen, én is béka. És akkor visszabékáztam. És akkor mondtam, hogy béka. Ja, így maradtunk. Együtt kurutyoltatok tovább. De tényleg kaptál olyan oldalt, hogy kövess Marias Grace-t, aki mesztelenül spárgázik egy falon. Igen. Ilyeneket kaptál. Oh! És ajánlom, kedves. Ja nem, Feri neked. Már hogy hívják, Richard? Marias Grace. Figyeljtek. Marias Grace. Kansas Cityből ő mesztelenül spárgázik titka, egy falon. Az a titka, hogy semmit nem mutat meg valójában, tehát semmilyen intim részt nem látsz. Viszont tehát az látszik, hogy egyrészt hát meglehetősen hajlékony, másrészt meglehetősen dekoratív, harmadrészt meg az anyja. Azt csinálja! Te olyan ezzel lassan, mint ezért a Palatinuson a hullámfürdőben azok az öreg bácsik, akik úckálnak a vízbe, és fogdossák a lányokat. Jön a hullám, beúszom. És a velem szemben legbelegebeg, ő mindig mondja, hogy lépjél már, Jani, lépjél már. Ja, minden, jó már. Jön a hullám, beúszom, hát ha megfogok egy-két seget. A hullámmal nem veszik észre a Palatinuson. Messze volt. Megfotnottam, elnézést.
Slipknot koncert esetleg februárban, Jani? Ha ingyen van, mert nyilván kapsz az Instára két jegyet. Most már lesz jegy rá. Vicce? Hát egyébként lenne olyan, amire szeretnék kapni, mert olyan arcpirító jegyárak vannak, hogy fél. A Celine Dionra mi? Ugye arra mennél? Celine Dion. Köszönöm, hogy kimondtad helyett. Hát nem akartam, mert tudom, neked fáj. Ne, most ott állítod az ülő 50, mi? A jövő héten, hétfőn, úgyhogy ezt már nagyon állom. As I Lay Dying. Ezt nagyon várom már. Egy jó kis barba negrás cucc. És annyira drága egy ilyen... Ja, ez nem, nem, az a szisztem. Nem. Ez már megvan, vagy két, vagy három hónapja. Úgyhogy nagyon szeretem őket, mindenképpen megnézem. A Five Fingers Despacho-n is gondolkodom. Az szerintem az nagy buli lesz, bár az nekem egy picit commerce, de nem szabad elfelejteni, hogy egy magyar zenekarvezető van a soraikban, Báthori Zoli, így hívják mostanságban. Gyakorlatilag ő az egyetlen magyar rockstar, egy igazán rockstarnak mondható figura, akinél megvan minden egyébként. A milliós bankszámla, a csodaautók, a csodaház, meg a szilikoncsörcs. Nagyon nagy. Szentendréről indult egyébként a srác pár évvel ezelőtt, kitalálta, hogy ő csinál magának egy rockzenekart az Egyesült Államokban, és headliner lesz majd valamikor nagy fesztiválokon, és a rockstárok életét fog élni, és megcsinálta. És megcsinálta. Ez tök jó. Figyelj, ez a csaj mindenhol spárgázik? Zsűl nézegeti a képét, és nekem Zsűllel azonos a monitorom, csak látom, ez mindenhol spárgázik. Tehát ez nincs olyan jel, hogy nem spárgázott volna? Többször kattintok rá, mint Báthori Zolira. Értem a Báthori Zolit, Zsűl közben nézegeti a képét, tehát ő egy ilyen spárga ficamban szenved, vagy esetleg így nőttek a lábai? Igen. Ő nagyon szeret spárgázni, azt látom. Így van, ő a Walmartba is így megy le. Azt a minden, és milyen egyszerű Instagram oldal, van egy csak kis párgázni. Nem bonyolult, és mégis, hány követő? Feri, adjál gyorsan egy elkészíthető ételreceptet csirkéből. Nagyon jó a kérdés. Kifogytam az ötletekből, nagyon. Két éhes férfi vár otthon. Most fogod megkapni, majd 9 óra 55-kor, és az a Balázsék Facebook oldalon van. Csirke. Mert most pont csirke van, egészséges zöldségekkel, édes burgonyával és ilyesmivel. Erőt teszem be, szerintetek egy ilyen mesteren spárgázos képem? Hány lájkot? Én bírnám. Úgy, hogy nem látszik a szerszám, mint Marisának. Már, hogy neki nincs ezt is. Ezt nem tudom megoldani sajnos. Miért nem? Valahogy fölfogod. Ha vagy várj, ne. Jó. Bírnám. Én még egyelőre próbálom. Nem. Próbálom megfejteni nálad ezt az egész Instagram jelenséget, de ha eljutsz oda, hogy messzerűen spárgázol, én eltemettem a régi Janit, és köszöntöm az újat. Nincs olyan, hogy kis, meg nagy gátszakadás van, érted? Így van. Ellenfényes, ami csak sejtetni engem. Amikor az áraróluna elviszi a nyúgáltat, akkor ez történik. No, csak emlékeztetlek, hogy ez az Instagram oldal azért alakult, hogy várak legyenek rajta, és kultúra. Most ott tartunk, hogy messzeles párgázás. Jobb egyébként. De megágyazok egyébként a kultúrának. Tehát azt megmondtam. A messzeles párgával. Sport is, vár is, lesz már a hétvégén. Igen, de egyetlen magyarázatot még nem adtál rá, és ezt egy hallgató kérdezi, hogy Jánostól szeretném megkérdezni, hogy miért? Miért adta fel az eddigi hitvallását és csatlakozott az Instagram fertőjéhez? Ott csak kín és szenvedés fog várni rád. Óva intellektű lesz, szegény, nagyon lelkes vagy, és mindent a szívedre veszel nagyon hamar. Vigyázz ne, hogy az egészség... Ez az arcom, amit a műsorból ismertek. Bánja később. Na nem, hát azért ebben azért van igazság. Ebben azért van igazság. Gyertek kapni az oldalamra. Tehát valójában egyébként erre nekünk sem válaszoltál még, hogy azért itt lebomlott egy fal, és az Instagramot, Facebookot elutasító János belépett egy olyan világba. Nem lesz más, csak Insta. Csak Insta. Oké, de hogy valójában a miértet mi sem tudjuk, mert mindig elbagatelizáltuk, vagy elhumorizáltunk. Na, a komoly válasz az erre a kérdésre az, hogy én azt gondolom, hogy van egy csomó olyan számomra fontos dolog, ami mondjuk szerkesztési alapelvek miatt, meg egyebek miatt a műsorban nyilvánvalóan, és ezt abszolút elfogadom, nem kaphat elég teret. És ezeknek a dolgoknak szeretnék egy picit nagyobb nyilvánosságot adni, meg van egy csomó olyan ügy, amit szeretnék egy kicsit több emberhez eljuttatni, mint ahány emberhez eljuttathatom, vagy eljuttathattam eddig, illetve a műsorban eljuttathatom. Uh-huh. És most az igazat? Mert ugye ez a tartalom, ez nincs. Aha, rajta. Jó, oké, és most a valódi okokat mondd, kérlek. Na, most az egyik a Notice Plus volt. Ezt már csomagolják. Igen? Megvan az első! Tényleg? Már kaptál SMS? Megjött az első szponzor felület? A rocker csávó ki azt mondja, hogy a szponzorokért csináltam köcsögöt. Küldjétek a telefon. Kérj egy a System of a Down-ra, a téli gumi. A ruhaszponzor, új bringa, sportcipőhegyek. Köszönöm. Köszönöm, hogy őszinte vagy, ennyi. Nem, az van otthon. Az igen, az van. Köszönöm. Jó, tiszta. Én megkaptam a választ. Tök jó. Igen.
És természetesen ott vannak azok a komoly dolgok is, amit meg szeretnék nagyobb nyilvánosság. Így kell ezt csinálni. Így kell ezt csinálni. Ezt fel kell vállalni. Vagy a kettő együtt, húzzunk egy középvonalat a kettő együtt, és akkor ez is. Figyeljetek, én, ha egy vármentő napra ennek az embermennyiségnek, ennek a 44 ezer, mert már annyian vagyunk, embermennyiségnek a százada eljön, akkor én már nagyon boldog leszek. Vagy megnézik sztoriba, hogy hogyan mentetted a várat. Igen. Én biztos megnézem otthonról. Aki nem jön el, az bannolom. Úgyhogy elég gyorsan, kevesebb fogunk maradni. Ott vagy, vagy nem vagy ott. Ha nem vagy ott, ki leszel akkor. Ez lesz a következő cikk rólam. Vadon János 44.524 követőjét bannolt a hétvégén, miután nem mentek el vele egy vármentő napra. Bali, szerinted milyen részvénybe érdemes fektetni? Segíts egy kicsit. Hát azért ennél ez bonyolultabb. Tehát ezt az amatőrök csinálják. Hogy milyen részvényben, részvénybe érdemes most fektetni? Köszi Balázs. Hát milyen időtartamra, mennyi pénzed van, milyen kockázatot vállalsz? Mennyire nem fog fájni, ha mennyire fog fájni, nem fog vállalni. Magyar piac, amerikai piac, mit akarsz csinálni? Tehát azért, na hát azért ez nem így vagy. Vegyél Teslát. Vegyél Moto TP-t, Teslát meg Bitcoin. Szóval azért ez nem így van. Hosszú távú befektetés és rövid távú kockázat kerülő, milyenben gondolkozol, erre nem tudom. Aki erre válaszol, az hülye. Tehát, hogy bocs Balázs, ez megválaszolhatatlan. Most vegyél meg OTP. Most vegyél meg, jó. Ráadásul azért itt közeleg egy recesszió, és azért szerintem most a készpénz a legnagyobb előny, úgyhogy óvatosan. Most a részvény azért az egy rázós. Nagyon, nagyon illikvid a történet. Jön, megy, ugrik le föl, mindenképpen óvatosan fektetnék. Főleg, ha hosszú távra gondolkozol, és biztos, hogy mit keresni szeretné rajta, nyilván mindenki. Szerintem most a részvény azért az egy rázós. Rázósabb idők jönnek te. Hát csak nézd meg a Trumpot, a forintot, a recessziót, Németországot, hát most azért óvatosan. Úgyhogy... Csak hogy a legnagyobbokat mond. Trump, hát... forint... Most a forint szépen visszaerősödött, nagyon klasszul visszajött, de azért hát látod azért a magyar papírokon is, hogy föllerugdal mindenki ide-oda egyik nap, az amerikai tőzsdetek, a beugrott onnan brutálisat emelkedett, iszonyatosan. Most nagyon várják a Fednek a bejelentését, és egyébként Trumpnak a következő sajtótájékoztatóját, mert az mindig befolyásolni. Érzékeny idők van, valahol valaki pukizik egyet, mond egyet, vittel egyet, kicsit a kínaiak, kicsit a Trump. És ahogy érzem, most te itt. Ja, itt elfúj mindent. Jöhet egy nagy esés, utána nagy emelkedés, korrekció, úgyhogy most szerintem óvatosan. A részvény azért az most egy rázósabb történet. Jani, hallgattad Greta Thunberg beszédének death metal verzióját? Zseniális. Hogy tetszett? Petya kérdezett. Zseniális. Azt meg is néztük itt közösen. Egyébként a dolognak van egy másik olvasata is, mégpedig az, hogy az a mondani való, meg az a hangvétel, ahogy ezt az egészet előadta, ez nagyon sokszor megjelent már különböző egyébként a világért aggódó metal zenekaroknál is. Tehát, hogy olyan szinten kompatibilis volt vele, hogy az hihetetlen, ugyanakkor meg vicces is volt. Igen, láttuk mi is, nem játszottuk be, mert képpel együtt él meg. Ugye a Greta Thunberg, hogy merészelitek című ENSZ-es felszólalása lett bekeverve. How egészen, dare you! How dare you, igen, hogy merészelitek, bekeverve metalzenére egészen fantasztikus. Egyébként most olvasom a könyvét, amit nem is ő írt, hanem az anyukája, hogy megértsem kicsit jobban a jelenséget, és valóban, hogy megértsem, hogy kik mozgatják, mint bábot, mert hallottam ilyet is. Nagyon érdekes az ő története, hogy hogyan jöttek rá, hogy aspergeres, hogy a testvére is aspergeres, hogy ez micsoda nehézség, és sokszor kik szenvedés egy család. Mint bábot. Hát igen, most hát van ilyen, hallasz ilyet is. A Harrison Ford pont most védte meg, mert ugye itt mindenki betámadta, hogy kik vannak mögötte. De nagyon érdekes az ő és az ő történetük, hogy aztán hogy jut el egy ilyen kis aspergeres kislány idáig, és micsoda szenvedés és nehézségek árán jutnak el. A két aspergeres gyerek van a családban, és az anyukája írja róluk, az ő élettörténetükről a könyvet. A Greta Thunberg van az elején, sárga, és ég a házunk, nem jegyzem a könyvcímeket, ma felénél vagyok, nagyon izgalmas. Pici kis rövid fejezetek, és közben egészen megdöbbentő adatok. Én nem vagyok klímaszorongó, gyerekek. Nem szorongok ezen. De most megszorított a torkodat? De olyan adatokat olvasol, és olyan szintű mennyiségben ömlik ez rád, és nem akar megijeszteni, mert ők is tudják, hogy szerintem ez az állandó ijeszgetés, ez már kontraproduktív. Bezárod a füledet, nem akarsz róla tudni. Csak adatszerűen van egy-két információ leírva, hogy a madárpopuláció hány százaléka, hogy mi történik Franciaországban, a gletcserek. Szóval így elolvasod, és azt mondod, hogy húha. Azért ez komoly tények, igen, érdemes. Szerintem egyszer érdemes elolvasni. Nem amikor azért, hogy nem az a könyv célja, hogy frászózzanak ránk, de fú, kemény. Amikor hivatalosan is úgymond eltemetnek egy gletschert, amikor kiraknak egy emléktáblát a gletschernek, eltűnt. Most nekem volt egy ilyen nagyon megdöbbentő élményem egy
ismeretterjesztő filmben, nyilván a klíma problémákkal foglalkozott a film, ott láttam, hogy a Mont Blancon egy hegyi vezető, egy túravezető mutatta meg azt a gletszert, ahova még annak idén 20-30 évvel ezelőtt rá lépett a hegynek az oldaláról, most egy 20 méter hosszú lépcsőn kell, egy létrán kell lemennie hozzá, hogy rá tudjon lépni. Tehát 20 méter nyíjég tűnt 20 el. 20 méter nyíjég tűnt el. Na, ezt majd az Instádon, jó? Ott ennek helye van. Jó? Majd, hogy a meglesz a spárgázó mester lesz. Igen. Ez is az is, ez is lesz, jó, egy Insta oldal. Lesz ez is. Legyen spárgázó csaj, érted, aki fölrakja a lábát a falra, meg legyen közben ez is, tehát ezzel nincs baj. Az otthon se baj. Igen. Oké. Van még egy-két kérdés, erre visszatérünk, csak még megnézzük, jó? De hármas ugrásra viszont lehet jelentkezni. De hát ezt mondanom sem kell, mert őrület van a tablet miatt, úgyhogy írjatok, ha játszanátok. Jó, mi pedig jövünk mindjárt 9:30 van, pontosan 1 perc múlva. Felfüggesztik az Opuszt, haver, csak mondom. Oly, haver, van még pozid az Opuszban? Nincsen? Nincsen. Abban nem mertem soha belevenni. Ma felfüggesztik. Ez mindig izgalmas, amikor én elszedem, amikor a tőzsdén felfüggesztenek egy kereskedést aznapra, akkor ugye azért... Ja, tőzsde? Azért... Life is life-ra gondoltam. Nem szereted, nem hallgattad? Nem szeretted, sose szerettem az Opuszt. Life is life. Levelet kaptam, life. Sallalala. Nem, az alapján ezért alapján nem mertem belevenni soha a lemezeikbe. Azt mondjuk megértem, azt megértem. Nem, az mindig izgi egyébként. Oké, gyerekek, na, játszunk, halló, itt a játékosunk, halló. Halló, jó reggelt, sziasztok. Szia. Jó reggelt, hogy hívnak? Bea. Bea, honnan hívtál őket, Bea? Gyöngyösről. Gyöngyös. Mi folyik Gyöngyösön? Ja, mi folyik valami izgalmas Gyöngyösön? Hm? Hát, azt még mindig így van. Csendés nyugalom van. Csak mi folyik így Gyöngyösön, de nagyon jó. Na, és kinek szeretnéd megjelni a tabletet? Hát a kislányomnak, illetve a gyerekeknek. Két kis gyerkőcöm van, és nekik szeretném, nagy szükségük van rám. Az mit jelent, hogy nagy szükségük van rám? Hát, illetve nekem van nagy szükségem, hogy el tudjam őket viselni a kocsiban. És miért kell sokat utazni? Jöttök Pestre valamiért, Gyöngyösről, vagy miért kell menni sokat? Hát igen, sajnos a kislányommal, asztmával küzdünk, úgyhogy emiatt Gyöngyösön találtunk egy olyan klinikát, most nem tudom, bemondhatom-e a nem nevét. Nem is fontos igazán, hogy nem kell. Szóval oda járunk. Már 3 éves kora óta azért rendszeresen kell kontrollra visszajárni. Na, no, szegénykém. És hát inkább, nem inkább a tablettel játszom, mint a szivargyújtóval, nem? Hát igen, ez hasznos. Na jó van, figyelj, de hát akkor nézzük a kérdéseket. Hány gól született tegnap a Fradi otthonában? Egy ilyen barátságos, csajos kérdés. Fradi otthonában hány gól született? Az biztos, hogy kikapott a Fradi, sajnos. Igen, sajnos. Kikapott a Fradi, aha. Kikapott a Reál. Hát jó kérdés, halvány fogalmam sincs, de szerintem betippelek. Valamki, ez annyira sport és annyira poti, hogy hal, nem tudom. Mennyi a magyar igazság? 3. Na! És egy ráadás. Sajnos mind a hármat a Fradi kapta úgy, hogy egyébként még a BL selejtező körben ugyanezt a bolgár csapatot 5-2-re verte összesítésben, ha jól emlékszem. Igen, nem, edzőcsere volt a bolgároknál, és feljavult egy kicsit a csapatjátékok annyira, hogy egyébként a CSKA Moszkvát 5-össel. Ötössel sikerült. Melyik házi állat fiatal egyede az üsző? Üsző. Üsző melyik, bocsánat, kérek egy kis tanácsot, üsző melyik házi állatnak a... Hú, úristen, pedig ezt nekem... Nem jól utóbbát várni, hát ez a szarvas sertés, marha. Nem a malac, szarvas marha. Az üsző az a sertésre szarvas. Tippeltem volna, de nem. Nem, az kis sertés, az más. Így van, így van. Az kis sertés, így van, az a neve, hogy ez kis sertés. Mit vedlik a kis marha? Szőrt üsző. Tényleg. Biztos ismer. Oké, na figyelj, mutatjuk a lényeget, jó? Na. Az önnyereménye egy Huawei M5 Lite 10 táblagép, melyet a Huawei Experience Stores ajánlott fel. Na, mit szólsz? Nagyon-nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen. Használjátok akkor, jó? Segítettünk a gyerekeknek, tényleg örülünk, jó helyre megy, puszi. Nagyon szépen köszönöm. Hello. Szia Balázsék, eltekerek innen, másról sem tudtok beszélni, mint ezekről a hülye kütyükről, az útengeréje, az összeset. Ezek teszek tökre mindent. Juli, keresek egy jó kis zenés műsort.
Azért szép napot nektek. Köszönjük, Juli. De, igen, azért minden jött, és köszi. Hogy jön ide a Juli? Nem. Mi az, hogy egész nap a gyükről beszélünk? Ne, ő aláírta, hogy Juli. Ő Juli. Ja, hogy ezzel teszek rá mindent Juli. Igen. És utána még folytassa, keresi a mi Julinkra. Keresek egy jó kizenés műsort. Azért szép napot nektek. Micsoda baj van, nem? Hogy ezen felhúzza magát, hogy 2 percet beszéltünk egy tabletre. Tök én imád, legjobb, az én legjobban. Mert ő napi 5 percet hallgat minket is. Ezeket az SMS-eket szeretem a legjobban. Szemek át élet. Mondjuk nekem ezt adtok gyerekes anyáknak, magyar anyáknak tabletet adtok, gyilkosok. Ja. Nem? Mai egyik kedvenc az eszólásom, Vibrant Tibi írta. Engem, légy szíves, ne hívjatok, mert tudom, hogy melyik században volt az aranybula. Nyugi, nem is kerülsz adásba. Nem is kerülsz adásba, akik tudják, azok nem játszhatnak. Csak akik nem tudják. Ez most nem erről szól, ez a hármas ugrás. Na, jönnek a nap legjobb pillanatai, mutatjuk, hogy milyen témáink voltak ma reggel. Arról beszélgettünk, hogy a Független Diák Parlament Facebook oldalán megosztottak egy bejegyzést, ami arról szólt, hogy egy negyedik osztályos tanulót kötelezően papírra vésett mondatokkal büntették, vagyis 50-szer le kellett írni, hogy nem etettem az osztálytársamat. Az oldal összeömlott, felháborodott szülők, sértett szülők, sértett nem is, anyukák, apukák írtak, hogy hogy jön ehhez egy tanár, hogy mi az, hogy 50-szer le kell írni, még ha nem is órán történt, ahogy kiderült egyébként, ugye nem az étteremben belenyomott egy kanalat a szájába. Mit gondolnak magukról a tanárok és egyébként is? Hát micsoda büntetés ez? Mi ezt egy picit máshogy gondoljuk. Érveket, ellenérveket ütköztettünk, nem érezzük ennyire bántónak vagy keménynek ezt a büntetést. Mert azt gondoljuk, hogy valamit a tanárok kezében is kell hagyni. Meg aztán próbáltunk alternatívát találni, hogy oké, akkor hogy büntetsz, és azért olyan sok okos gondolat nem jött hallgatóktól, senkitől, akik ezt sérelmezték, hogy mi a francot lehetne csinálni, és megbeszéltük azért ennek a gondolkodásnak szerintünk a hibáját, hogy ez hova vezet. Hogyha a szülő nagyon ott akar lenni a gyerek mindennapjában, és mindent elvesz a tanártól, és az ő kicsi gyerekét már pedig ne büntesse senki. Szerintünk meg nem hal bele, ha most 50-szer. Sőt, segíteni fog neki az életben szerintem így nagyon van. Sokat, hogyha már most megtanulja, hogy vannak szabályok. Szerintem, ha indokolt, akkor igenis írja le legalább 100-szor azt, hogy még egyszer nem fosok a kaspóba. Ez nem indokolt szerintem. Igen, és arról is beszélgetünk, hogy egy-két hónapja szakított luxus feleség Vivi és Fecsó, de nem is róluk beszéltünk, hanem arról, hogy a Facebookon és az Instagramon sokan azért bosszú hadjáratot folytatnak exük ellen, amikor is alá kommentelnek, kiteregetnek, beírogatnak, és hát nem akarják azt a bizonyos kapcsolatot vagy házasságot elengedni. Hozzászóltak ehhez is hallgatóink. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Meg lehet engem ott dobálni, szerintem ez igenis egy jó módszer. A mai gyerek nevelésbe ez az irgalmatlanul mindent szabad, és majd oké, kicsim, nem baj, picit megsimogatjuk a fejedet, és jó lesz az, igenis kell korlátokat szabni. Már nem verjük a gyereket, nem adunk neki körmöst, oké, de hogy valaki leül, nem ennél a tételnél, hogy etettél, hanem valami mással kapcsolatban, és ezt 50-szer le kell írni, nekem az a tapasztalat, mondjuk mi 100-szor szoktuk leírni, nem szoktuk, de hogy kevesebbel is el tudod érni azt, hogy igenis elgondolkozik rajta, hogy csináltam valamit, ami abban a rendszerben, ahol én most éppen vagyok, nem jó. Hát, gyerekek! Kapd össze magad, szurd be! Nem tudok vitatkozni velem, mert én is ebben a szellemben nőttem föl, és én is azt gondolom, hogy a tanárnak kell, hogy igaza legyen. Kettő, hogy azon gondolkozom, hogy mi az Istennel tud még büntetni. Mert hogy egyébként meg kell, és ez nem a kukoricára térdepeltetést jelenti, vagy a körmöst valóban, de milyen eszköz maradt még a tanár kezében? A fizikai büntetés semmit csináljon. De azt ne is mit adjon. Csináljon. Tehát az iskolába berohangáló szülők a tanári döntéseket, kérdéseket, leckéket, feladatokat megkérdőjelező, magukat mindenkinél okosabbnak gondoló szülők életét éljük, ugye? Azonnal ott vagyunk minden problémánál a gyereknél, mindent meg akarunk oldani, és tanárnak nem lehet igaza. Mit csináljon? A sarokba, nem tudja. Kapjon egy pofon, nem teheti lehet. Meg. Egyébként azért én leírattak velem valamit 50-szer, én is jártam így, nekem rögzült, hogy nem etettem az osztálytársamat. Hát és mindenki az, okoskodik a... itt a Facebook, hogy milyen büntetés, meg hogy ez 50 éves dolog, de senki nem írja le. Lényeg, konstruktív van, hogy oké, tesó, mondd meg, hogy ma mi maradt a tanár kezében, amivel egyébként leírathatja. Tehát mi olyan dolog van, ami azon kívül, hogyha szigorú, és megvan a tanár irányába érzett tisztelet, akkor mi? Ráadásul nincs. Tehát ma a gyereknek otthon igazat adó szülők vannak legtöbbször, akik azt mondják, hogy Istike, igen, hát akkor majd holnap rendezünk, igen, majd én bemegyek az útjára, hogy ez a tanár, de neked ilyen nem mondhatod, te az én fiam ombudsman is egyben, tehát hogy mindenféle tekintetben védi a gyereket, mindent támadásnak fog fel. Szerintem alapvetően egyébként egy büntetésnek az a lényege, hogy azt lássad a gyereken, hogy nem esik jól neki, hogy kellemetlen egy büntetés,
az legyen kellemetlen. Ezt közösen csesztük el, ezt elcsesztük mi is, igen, ezt a szülők is elcseszték, ez az egész iskolarendszer ezzel a túlzott liberalizálással, ez egy ilyen hülye dolog le, tisztelet, semmi, a szülő otthon a gyereknek ad igazat, és bemegy, és leveri a tanárt, és ott állnak tehetetlen, eszköz nélküli, fegyelmet gyakorolni nem tudó tanárok, akik egyébként meg kétségbe esetten nézik, hogy Pistika az asztalon tombol, a másik agyonveri iPad-del a... És nincs fegyvered. Itt van még Lili, akinek ez az osztályában történt. Osztályosak a gyerekeink, úgyhogy ilyen 9-10 évesek. És te melyik oldalon vagy? Én azt gondolom, hogy szükség van a pedagógus figyelmezésre, csak itt ez egy picit, ezt egy picit túlkapásnak érzem. Miért baja lesz a gyereknek 50-szerre leírni, hogy nem etettem az osztálytársamon? Tanulási időből veszi el az időt, egyrészt meg nem fog benne olyan mély nyomot hagyni, amivel kívánt fegyelmet eléri. Mi hagyna mély nyomot, Lili? Mit gondolsz? Mi a jobb büntetés? Na ugye, érdekes a válasz, hogy nem tudom. Ez az ebédlőben történt eset, ebédeltek a gyerekek, és akkor az egyik kisfiú, a másik kisfiú szájában nyomta a kanalát, hogy ne beszéljél, egyél, és akkor ezen felbuzdulva a pedagógus látva ezt, a pedagógus közölte, hogy akkor most 50-szer le kell írnod a mondatot, tehát nem tanórai esetről van szó, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a történetben. Te mi baja lesz a gyerekek? Azt gondolom, hogy ez régmúlt időket idéző büntetés, aminek jelenleg nincs helye az oktatási rendszerben. Mondj egy jobbat, Lili. Mondj, tényleg, mit csinálnak? Nyilván nem a WC pucolása, de mondjuk a WC felszereltségének az ellenőrzése. Szétszednének, hogy szaros kefével kellett a gyereknek iskolát, katonai módszerekkel kellett a gyereknek iskolát takarítani. Jó, volt ott egy fogkefe, amiben ki. Ezek a szülők megrohannák az iskolát, és azt mondják, hogy az én gyerekem megfogta a WC kefét. Hát kikerik az osztálytermükben vannak szelektív hulladékgyűjtők. Nyugodtan rá lehet bízni, hogy akkor kisfiam, egy héten keresztül te viszed le a... Az már nem rossz. Te törlöd le a táblát. Lilikém, az ilyen gyerekekből lesznek azok a felnőttek, akik elmennek a munkájukra dolgozni, 10 órakor kicsomagolják az ételt, és azt mondják ki a főnök, hogy ebédidőben eszel, nem ő most eszik, most és két napon kirúgják, mert nem tanulta meg a rendet, meg nem tanult meg semmit. Nem. Szerintem kell, hogy a tanár igenis fegyelmezze legyen tekintély, a gyerek tanulja meg, hogy az iskolában van, addig a tanár a főnök. És valójában ez az igazság. Vivi kirakott egy képet, hogy egy hónap vagy két hónap után végre megérdemlem azt a figyelmet, amit kapok. Nyilván azért ebben van egy üzenet. Persze, nagy odaszúrás önmaga. Gyertyafényes fotó, vacsi, és végre rám figyelnek, és végre engem értékelnek. És végre a helyemen vagyok. Írta ezt Vivi nyilván a saját maga kis bejegyzésében. Üzenve azért fecsónak, hogy hát te szemét elhanyagoltál, de most végre valaki elvitt randizni. Valaki vette a fáradt csak, hogy telerakja te a mécsesek az egész rohadt lakást. Aztán igen, telerakta. A tűzoltók és minden rendben lett megint. És hát megérkezett Fecsó, aki bekommentelt ugye a fotó alá, nagyon szórakoztató mír, amit írt, az lesz szex is, vagy csak ördögűzés. Jó. Én ezt bírom, ez egy jó ruha. Majd kirakott egy képet, ahogy két csajjal bulizik kvázi. Na. Hogy ő nem gyertyafénnyel bulizik, hanem két csajjal. Szimpatikusan Ferenc estéje. Kettő darab csajjal, pohárral, a csajok hozzábújva, hogy én sziasztok lányok, figyeljetek, megkérhetnélek benneteket valamire? Na oké. Okay. Igen, nem hiszem. Jó képű gyerek, gazdag is, nem, azért nem félek attól, hogy neki azért úgy nagyon, nagyon úgy kell könyörögni. Bírják a csajok, meg hát előtt is bírták a csajok. Oké, de ugye ez a celeb vonal, de biztos, hogy sokan átélték már azt, hogy nem híresek, nem celebek, de a Facebookon, az Instagramon, a volt párjukkal, volt férjükkel, volt barátnőjükkel elindult a kép és komment háború. Ugye? Hát azért ez, ne csináljuk úgy, mintha csak a celebek élnének ilyen furcsa életet, és mi hétköznapi emberek ezt nem csinálnánk, mert dehogy nem. Ugyanez a kicsi bosszú, ugyanez a volt férjem berakott egy képet, bekommentelt, aláírt, de hány olyan hétköznapi sztorit hallasz, amikor a Facebookon, az Instagramon elindult az ellenvállás, az ellenbuli, az ellen alá kommentelés, hát azért ezt sokat csinálják. Az új kapcsolatot, azért nálunk van ilyen a csapatban, aki túl van a válláson, és akkor a fiú, aki elhagyta a csajt, új képet az új párjával kiposztolta, hogy végre az igazi boldogság milyen fantasztikus. Az első kommentelő a volt csaja volt, aki azt írta, és azt is tudja már, hogy milyen kicsi a... Ja, hát igen, így szokott ez lenni. Fecsó kép aláírása oda a két nővel a bulizásra, eltelt egy hónap, ideje randizgatni. Igen. Az exem mindig ráírt a következő kiszemeltem valamelyik családtagjára, és alaposan beszámolt rólam nekik. Ott azért van tűz. Kedves mama! Úgy gondoltam, békésen szétválunk, aztán amikor megtudta, hogy elkezdtem ismerkedni, elkezdett zaklatni Facebookon és telefonon, mikor megelégeltem, elmentem a volt lakásunkból, még ott lakott,
Felhívtam otthonra, nem mondta, hogy otthon volt, felértem, közöltem vele, az általam fizetett internet túl sokat veszel a szabadidődből. Egy késsel elvágtam a kábelt, és eljöttem. Azóta nem hallok, azóta nem hallok felőle. Ez is egy érdekes dolog, egyébként egy másik jó téma, hogy ez nekem is volt, hogy szétköltöztünk az akkori csajommal, így minden tök rendbe ment, érted? Tehát, hogy így normálisan rendeztük a viszonyokat, és abban a pillanatban, hogy megtudta 3 hónap múlva, hogy ott az új, akkor... Akkor rátszakadt a gyűlölet. Érted? De ott én voltam az utolsó. De hogy mit gondolt, hogy akkor te most cölibátusba vonulsz? És igen, vagy azt gondolta, hogy majd visszajövök? Tehát 3 hónapig tök normálisan lezártuk a kapcsolatot, igen. Beszéltünk néha, és megjött az új csaj. Igen. De személy, te meggyaláztad a kapcsolatotok emlékét. De azért igazából azt tud igazán érdekelni, aki még nem vagy túl. Mostani párommal évvel kezdődött, szétmentünk egy rövid időre, Facebookra kikerült, az egyik legjobb barátja alá kommentett, hogy van ez így. Azóta megkérte a kezem, együtt élünk és közös gyermeket tervezünk. Ah, van jó, ennél nagyobb előktétel. Balázsi! A Rádió Egyen! Itt vagyunk. Itt már igen. Hétvégi bugi van. Apóka. Amikor apám ezt tolta, akkor már tudtam. Akkor hogy... tudtad, hogy buli lesz. Nagy gömbfagyi. Igen, kiviszi az MK25-est a kertbe, a kadlott karcsi között. Ne felejtsétek el, a sértett nő a legcsúnyább vadállat. Mátyás küldte nekünk a témára. Balázsék? Jó reggel! Mi Barnabás? Mi ez jó a fáradtság? Reggel. Mi ez az enerváltság? Balázsék? Tudottam. Na. Igen, nagyon jó az SMS, amit küldtél, és abszolút jól fogalmaz össze, jól foglalja össze a mai témánkat, és a jelenséget, amiről beszéltünk. Kisfiam, mi az, hogy ma osztályfőnökit kaptál, ezért verés jár? Mehetünk, apa, tudom, hol lakik a tanár. Egyébként. Ugye? Hát, milyen jó, szépen is ilyen viccesen mutatja meg a jelenséget. Indulás? Sajnos igen. Barnabás, hol hallgatsz minket? Tápió Szecsőn. Hát akkor te vagy a nap hallgatója. Harmadjára. Jó van. Na jó, most már elég. Tetszett annyira az SMS-et, hogy megengedtük. Ezért mondtad, olyan fásultam, hogy Balázsék. Már megint én. Nagyon szépen köszönöm. Mit csinálsz, dolgozol? Igen. Éppenség át munka, utána egy indulás feleségem a Szlovéniába. Na! Kis kirem. Mit csináltok ott? Bledító talán? Na hát a klasszikus, a legnagyobb az a klasszikus Szlovéniában, de gyönyörű, persze. Menjetek. Szép nagyon, igen. Maradunk. Küldjük az ándékcsomót, köszönjük, minket hallgatsz. Köszönöm. Sziasztok. Ciao, ciao. Hello. Szia. Mi a recept, Ferenc? Ha már el is mondtuk, no. Ugye, egyszerű csirkeételt kérte a hallgató, annyira érzékenyek vagyunk rá, hogy már azonnal kinn is van, jó kis édesburgonyával, amit ugye egy csomó olyan ember, aki például különböző érzékenységgel küzd, az fogyaszthatja, tehát nem sült krumpli, hanem édesburgonya, csirkecombok, rozmarin, fokhagyma, és ami zseni benne egyébként, hogy egy lábasos, tehát nincs ez egy nagy mosogatás, az összetevése 10 perc, és utána 40 percet sütöd, és megvagy, addig meg olvasgatod. 10 perc, hagyjál már 10 perc, mert elmegy a lakásból a hűtőink. Nem kell ekkor a lakást venni. Érted, kis lakás, és érted. Akkor megoldódik. Jiminél szeretem ezeket a 2 perces recepteket, érted? Az Age 10-15 perces van nála. De soha hagyod már 2 perc, mire a jéna italat megtalálom, az egy fél óra, érted? Nem, a babon krumplipürétemvel összenyomom, föl túrok mindent, érted, hogy a gyerek essen friss krumplipürét, 1/4 óráig szitkozol. Átkozom magam, hogy hova ja, tettem azt a krumpli nyomot. Úgy könnyű, hogy minden oda van készítve. 2 perc, amíg rászorja a bazsalikomot, vagy ha is rendtétek. Mire kimegyek a kertbe, hogy friss kakukkfüvet hozzak be, érted, az 1/4 óra. Ha igen, mire megtalálod. Melyik az a kakukkfű? Mert Balázs, ez múlcs. De jó lesz bele. Érted? Jó. Na jó van. Jó, a Balázsék Facebookon már fönt van. Ugye, Viktória? Átvegyem, lökjék rajta egyet? Nem kell. Nem. Meghasonul a izé. Ez a már receptet is lesz, már minden lesz. YouTube csatorna, ez a profilodat ne, találd meg, hogy mi lesz az, már mindenben ne kapjál vele. Kajás már volt, ugye, lecsós, de nem az én lecsóm volt, bárcsak az enyém lett volna. Mert. Csináld meg, nagyon szép fotóval a saját lecsódat kifényel. Felülről, filterrel. Na, ez az én lecsóm. Köszönöm szépen. Minden egyes követőm nevében, Badon János, alsó vonal, official. Keresd az Instán.
Gyerekek, vigyázzon mindenki magára hétvégén. Jó, jövünk hétfőn. Sziasztok, hello. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék elhagyták az épületet. De holnap reggel újra jönnek itt a Rádió 1-en.